uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Csipős a reggel. 4 fokot mértem ott, ahonnan jövök, 6-ot itt a városban. Aztán melegebb lesz, de ez most még azért elég cudar. Ugye? Én már be vagyok csomagolva rendesen reggelenként, úgyhogy. Igen? Védve vagyok, persze. Alul is. Igen, már veszek egyébként magamra boxer alsót is. Már kicsi éger alsóban nyomod? Kis harisnyában? Nem, de fölül már nagyon. Kesztyűdet hozzávartad már a kabátodhoz? Nem, azt Móni most várja otthon be. Sapkádat összevartad már a kapucnit, de a tornazsák meg van. Hát keményen, nektek BKV-soknak keményen kell fölöltözni most már. Bár mostanában vannak már ilyen újabb járművek is bent a forgalomban. Igen, nem is annyira az, hogy időben jönnek, az egy dolog, mert ugye az nálunk elég változó, nálunk BKK-soknál, hogy éppen kihagyott egy megállót, vagy egy kicsit később indult meg, és ilyesmi, azért mindig vannak ilyen 2-3 perces ilyen kis eltérések, érdemes időbe kimenni. De újak a járművek, tiszták, és hát némelyiken van fűtés is, úgyhogy. Milyen durva, hogy ott tartunk, hogy örülni kell annak, hogy fűtenek egy járművön, nem? Ez ennyire kemény. Meg a tisztaság. Képzeld, jöttem majd bucon, és meleg volt. Fűtöttek. Mennyire kemény, nem? De a fűtés az nem úgy, hogy állandó a hűtés az, ami ritkább? Hát tényleg nem tudom, nem utazom békelben. Tehát fűtenek télen? Vagy az is opcionális? Picit ott jellegű. Igen, durva. Valószínűleg bekapcsolja a sofőr, csak nem biztos, hogy már hátra elér a meleg. Pedig ugye az az egyszerű, mert a motorhő az elméletileg mehet. Hát de mit tenni, tegnap a szaki kiszedett valami fűtéscsövet, elfelejtette visszatenni. Inkább itt a járműk műszaki állapotán van a hangsúlya. A sofőr az önmagától nem spórol azon, hogy most van-e fűtés, vagy nincs. Felétek járnak új Mercedes buszok? Mi van? Új Mercedes buszok. Ja, olyan sötét van, én nem láttam az emblémát. Nem jutott. Milyen új merci buszok vannak? Na most vettek egy éve egy csomót, egy új merci buszokkal nyomatják, és azok azért csak jó állapotban vannak. Nálunk csak éjszakai járat van, autóbusz, napközben az a jó öreg villamosaink. Hát igen, az meg már örüljük. Amit visszasír valamelyik német kisváros. De csak a múzeum. Ja, igen. Kiállítani. Az ipartörténeti múzeum. Közlekedők már. Ne, jó kis villamosok azok egyébként. Nálunk beváltak, picit magasabb, ugyan a lépcső, nehéz rá felszállni babakocsival, de hát... De úgyis segítenek egymáson az utasok, hiszen nincs érdektelenség ebben az országban. De tényleg hogy semmi. Volna? Minek is az. Tegnap szétgurult a piacon egy néninek az almája. Egy ilyen 5 kiló, nem tudom mit akart vele, nyilván betárazni télire. Tehát, hogy mennek el az emberek az ilyen mellett. Így nem érdekli. Pedig nem mozdultak rá? Nem nagyon. Ilyen 30 évesek is ott mentek, gondoltam, legalább már ott kiabáltam. Mindenki kettőt összeszed, akkor meg vagyunk gyorsan. Meg én öreg vagyok, és túlsúlyos, már nem bírok lehajolni. Biztos úgy akarta. Semmi. Biztos ez volt a terve a mamán. Ja, igen, hogy megmozgatja közösen a piacot. Olyan érdekes ez. Hát most mennyibe kerül az neked, hogy lehajolsz 3 almáért, amit ott rúgdosnak egyébként? Nyilván sem ennyibe. De lehet, hogy beáll a derekad. Ja, tehát ők már tudták, hogy ebből baj lesz, és akkor ezért nem. Nagyon érdekes dolog. Nem lehet venni ennek ez, ami elterülő hadművelete volt, és közben valamit csinált? Közben lopott egy fejkáposztát. Jaj, így kell gondolni. Gyanús, egy piacon a guruló alma. Muszáj a dolgot mögé nézni mindig. Nem, az... én nem láttam semmit, de riad tekintetű nyugdíjas nénit láttam, aki a 5 kiló szétgurult alma. Jó, hát riad tekintet, ismerjük ezt a riad tekintetet. Aztán közben érted, a nénye lehet, hogy valamit kifőzött ott magába. Ott gurul, hopp, elgurult, mindenki elszaladt, ezt ő meg elraktotta. Vagy többen van. Okosságot. Ugye? Többen van. Azt berakott a rétiküljébe egy fél disznót. Ravaszak ezek a nényék. Az zöldséges részen volt ott nincs disznót, hagymán tudott volna lopni a bűnelkövető társa, egy másik nyugdíjas, de ezt nem láttam. Vigyázni. Te segítettél, Feri? Persze. Oda szaladtál? Persze, én arrébb rúgdostam, hogy hagyd legyen még móka. Nem, most mondom, hogy még ott kiabáltam. Ha még ketten segítenek, akkor megvagyunk. Kussolj már fel. Igen, kussolj már. Mit szerepelsz? Mit szerepelsz, Szügyeri Pacs, már megint? Nem vagy benne. Adjad már, ez nem rádió. Nem a rádióban vagy, anyám. Mit csinálsz? A top 100 szerepbe se fértél bele. A kis Vadonnal együtt. Ja, igen. Pedig még a Damu is benne volt. Szólj a haverjaidnak, majd ők összeszedik az almát, ne itt arcoskodj. Nem jöttek ilyenek? De, hogy is nem, engem szeretnek ott. Mert én nem férek be a pult alá, ha van baj, azért kellett volna a segéderő. Gyerekek, velem semmi nem történt. Zenélünk?
Ne zenéljünk, oké? Okay. Dőj le addig, mi dúcsizunk. Amiről beszélni? Nem is tudom. Legnap a Hajdúnak a frisbee-t elkezdtem nézni. Meg akartam nézni, bocsi Gabit. De mindig a nem értem ezt a szerkesztési módot Petinél, hogy azokat a vendégeket teszi hátra, amivel egyébként bepromozza a műsorát. Most ha eleve későn kezdődik a műsor, én nem tenném még hátra azt a vendéget. De megvárják a népek, tudod? Tessék? Elkezdek nézni, és tudod, hogy jön a bocsi Gabi a végén, megvárod. Szerintem egy idő után nem. Tehát ez 8-kor még ez oké, 9-kor, de este 10:30-kor már legerősebbet kell előre tenni. Na mindegy, megnéztem a Homelandet, a legújabbat, meg a Followingot, úgyhogy már csak azért mondom, tudom, hogy ez ki nektek sem. Ki tudta váltani a Hajdú Petit egy Homeland? Gyerekek, úgy elindítottam. Annyira, hogy kiejted az igazság bajnokát, Gabi? Gabcsit? Nem néztem végül Gabcsit, hogy mit mondott. Mit mondott Gabcsi? Mert tudom, hogy osztott benne minket, is láttam az újságban. Nagy osztás azért nem volt, azt nyilván a újságírói túlzásba esett. Kérdezte a Hajdú a boros szereplését nálatok, hogy arra mit gondol. Azt mondta, hogy nem értem a borost, hogy ezt hogy vállalta el. Már elsőre se értettem, de hogy másodjára meg harmadjára miért vállalt el, azt nem tudom. És akkor ott elmondta, hogy neki volt egy meghívása hozzátok. Igen, mi meghívtuk. Azt mondta, hogy a harmadik részbe, és hogy, de ő megnézte az elsőt, és kikéri magának, és nem jött. Aha, de itt vége is volt, tehát semmi több. Tehát a nagy piszkálás... Akkor nem jön? De ne. Ja, miért nem hívtátok meg én? Vagy várjátok azóta? Nem tudtam. Annyira nem követem. Jó, de akkor nem nagyon volt semmi. Hát promózta a Bumerán könyvet, hogy van egy csomó jó sztori, azt ő megírta, meg a... Már, hogy nem ő írta, de igen. Hát a haverjaival együtt, igen. Hogy mondta, hogy van még 3-4 ember, akik megmaradtak a Bumerang tímből. Megírta a Vogával? Nem a Trunkóval. Nem a Trunkóval, ja. Meg a Robival. Milyen Robi? Williams. Robi. Ja tényleg, ő is ír neki? Jó. De várj, ez az énekes vagy a fiam. A Williams-el. Áprilisban van a sajtókörút, akkor jön ide is. Igen. Robi tartja az európai sajtókörútat a könyvnek a... Nem, de igen, a Bocsi szerint a világ valami ilyesmi. Igen, lesz. Ez a címe, Bocsi szerint a világ. Mert ez biztos jó lesz egyébként. Dolog, ami vele szembe jön, ezt ő nem akarja magában tartani, és ez jó. Írta, mert hogy nincs rádió. Ja, a könyv az mindig egy jó platformja annak, az ember nem tud olyan dolgokat beszélni a rádióban, vagy elmondani máshol, akkor arra jó. Hát de ez nem olyan dolog lesz, amit nem tudsz. Ő most azért nem tud beszélni a rádióban, mert nincs hol. De a témáiban szerintem ugyanazt, igen, ugye? Összeraktam, figyelj, reggelig volt, így gondolkoztam rajta, hogy itt a téma nem olyan lesz ám, amit egyébként rádióban nem mesélsz el, hanem ugyanazok a témák lesznek, csak hogy most nincs rádiós fórum, ezért könyvformátum lesz. Nem volt annyira jó, hogy bevigyék a rádióba, és most könyvbe meg... Ez az elmúlt időszak, amióta nincs rádió, azóta történt vele. Tehát kis emberi apróságok, ami bosszant, ami történt. Amit nem érte meg a heti képes bulvár. Igen. Most milyen rendesek vagyunk, hogy még promózzuk is a könyvét. Hát most már lefér, még nincs kint a piacon. Ja, hogy ütnek, vágnak minket, és mi mindenkivel kedvesek vagyunk. És mégis adunk. És mégis adunk. Gyerekek, jövőre én is írok egy könyvet. Jó, jól teszed. Írjál csak. Az persze, hadd írjam. Vagy elolvassuk, ha kapunk. Hát, fene se tudja. Ha jut egy-két sajtó példány, akkor valamivel majd megdoblak. És be. Miről írnál szívet? Nem, ilyen kicsit ilyen elvontabb lesz. Akkor én nagy az elsőnek a folytatása. Ezen értelmezhető? Akkor mi nem kérünk, mert nem értjük. Tele olyan idegen szóval, amit én sértek majd. Viszont jól lehet vele villogni. Nem, hát nem bulvárkönyv, én nem írok bulvárkönyvet, én ezt megfogadtam soha, úgyhogy nem. Az elsőnek valamilyen szinten a folytatása. Az jó volt lesz az első? Lesz a végén étlap, mint az előző? Nem, semmilyen nem. Nem? Csak ja, jó, csak kérdezem, mert hogy egyébként ez Ferinek is hasznos lenne. Nem. Írhatom-e én az étlap részét? Jó. Nem, semmilyen kompromisszumos megoldás nem lesz benne. Meg de legalább a kedvenő néhány voucher, vagy bon, vagy nem. 100%-os, nem? Nem, az egy tök nagy tanulás volt nekem az első résznél, hogy arra szükség van, aztán rájöttem, hogy egyébként mégse. Ha nem menjen el 50 ezerbe, csak menjen el 30 ezerbe, de maximum nem lehet majd kapni a Kikába, csak a Libribe vagy az Alexandra. Aha. Ezek szerint már előszerződés is van. Nem kell előszerződés, mert bármikor odaszólok, hogy jön a könyv, alig várják. Rögtön lesodra. Toljátok le a stólokat, ez az. Ott mi az ott, Frey? Húzzálatok a helyet! Nézd, figyelj! A Müllere meg a Freyen kívül nem nagyon van még célom, akinek ennyibe ment el a könyve, mint az enyém. Én azt tudom. Ezt most komolyan mondom. Tehát 6-7-8 ezreket adnak el magyar celebek a könyvükkel, én ilyen 48-ba álltam meg. De akkor még a Wunderson előtt voltunk. A 6-8 ezer az már nagyon örül, igen. Igen, Nóri könyve azt hiszem 300, vagy 600, vagy 1200 darab. De egy leg...
Hát nem mindegy, ez elvont lesz. Az a baj, mert hogyha a hibbor könyvet írtál volna, spirituális inkább, akkor egy mit tudom, hogy kaptam volna egy harmadik fejezetet, a hogy szúrt el Jani a Wundersen, vagy van. Igen, hogy... mi van, ha ő az. Igen, azt hát... meg lehet spirituális úton közelíteni, úgyhogy vigyázz, még benne lehetsz. Szóval, igen, jövőre berobbantom. Kari? Hát az kari előtt. Nem, igazából nem is az, hogy kari előtt, hanem nyáron hülyeség, mert a... Jaj. Az emberek nyaralnak. Inkább most nem iszok kávét. Szeptembert, ha megvárod, mire visszajönnek, októberben pedig már olyan, mint a karácsonyra adnád, de hogy egyébként tényleg ott kell. Tehát, hogy aki nyilván nagyon december elé nagy, az nagyon karácsonyi. Én szerintem így a szeptember környékén. De nyáron nem érdemes, nyáron annyi emberhez nem jut el, hogy nyáron nem veszel nagyon, nem mész könyvesból, nyaralsz, nem vagy itthon. Tehát ha amikor, még a promóció se jut el. Amikor ez mondjuk be lehet, igen, az vagy a tavasz, vagy az ősz. Igen. Úgyhogy ez lesz majd. Jó, ha nírogassad csak szépen. Most ége a Wundernek, decemberben is a könyvesből. Addigra megnyugszanak. Tessék? Addigra úgyis megnyugszanak, elfelejtik egy kicsit, igen. Úgyhogy ez lesz. Na, meg ilyen celebes könyvet szerintem abban a sorban nem is kell be. Á, meg nekem, én nem is tudnék nagyon kiről, nekem nincsenek szeretőim, én nem, hát, vagy hát fene se tudja. Vagy hát nem írsz róluk. Vagy hát nem írok róluk, nem, a kutya se ismeri azokat a lányokat, akikkel én együtt voltam, még előtteiben voltam. Na jó, most már lenyugvó nap vagyok. Most azért már most, ahogy hívják a Depes Módos sztori, ja nem is Depes Módos, Bonanzás sztori volt, a Melmaszírozós, azért most szerintem az ott beépült egy név. Ő most valószínűleg, igen, a múlt héten ő azért szerintem kapta az ívet. Igen, de hogy ez Andi azért szerintem ugye a fejüket. Jó, de hát azért azokról az emberekről tudnál írni, akikről mondjuk itt beszélünk, és aztán fölhív. Hogyne. Tehát ilyeneket lehetne csak. Igen. Akik meg lehettek volna, ez lenne a könyvnek a címe. Jó, akik meg lehettek volna, az jó lenne egyébként, de az arra kíváncsiak lehetek. Azok a telepcsajok, akiket kihagytam? Igen. De le van egy pár egyébként, akivel azért így. Én is nem rajtuk most egy múlt. Négy kötetes, akik kihagytak címmel. De csak ez lenne, akik nem feküdtek le velem. Szerző Vadó János, és akkor így elindulni. Liptai Klaudia, Klaudia Schifferne. És így menné végig. És nagy sztorit kerítél. Hargitai be a szemében a csillogást, hogy csak engem akar. 1993. december 31-én nem hívtak meg arra a szilveszteri partira, ami ott volt a lány. 2004. december 16-án nem akart oroszlán Szonya. Csak egy ilyen könyvet, az egyébként nem. Sajnos nem tudtam megszerezni Szilvi telefonszámát, nem is hívott fel. Így továbbra is a naptára marad a szobám falán. Ennyi. Igen. Na, mindig én szoktam mondani jó sorozatokat, most valaki áldjon meg, és küldjön nekem. Jó, mert hogy én a Followingot és a Homelandet nézem, de mind a kettőnek a vége felé járok. A Homelandből még van egy-kettő, csak még nem jött ki Amerikában. Viszont most új sorozat iránt vágyakoznék, és az a hallgató, aki olyat küld, ami érdemes lesz arra, hogy megnézem, és tetszik is, az kap tőlem valamit. Jó? Az új könyvedből egy... Nem sokára megjelenő vadonatúj könyvem első példányát adom neki. Nem... Valami, nem tudom, valami kis ajándékot tőlem. Küldök neki valamit. Hát de ott van a jó baroszban Budapest, miért nem? Hát nézd! Nem, én nem. De. Nézd te. Nézd, a helyzet az, hogy azért talán ennél egy picit másabb típusú sorozatra gondoltam. Valami jó. Közel 2 millió ember nézi állítólag, úgyhogy nem tévedhet ennyi ember. Nekünk mondod, ezt minden nap halljuk. Ja jó, hát csak most mondtam, hogy ne, hogy elfelejtsétek. Minden nap kapom a nézettségi görbét. Na mindegy, úgyhogy valaki írjon egy jó sorozatot. Nincs ami jó sorozatod, Laci, most? Ami úgy nagyon menő. Olyan ez, mint egy desszert, tényleg. Így esténként meglepem magam. Nagyon jó. Egy-egy része. Egy letöltés, egy nézés, egy felirat, hozzárendelés. Bruzsi a király. Hát tegnap Bruzsi fordított a Homelandet, a Followingot nem tudom kifordítani. Ja, a szinkronizált, az béna. Nem lehet, hogy csak az a jó benne neked, vagy azért szereted ennyire, mert kicsit tiltott gyümölcs. Nem? Hát, hogy nem. Le kell szedni, kicsi jogsértés van benne, már tudom, a te részedről nem, mert nem osztott tovább a filmet. Nem osztom tovább, én leszedhetem. Aha, de hogy nincs ez benne, hogy ezek ezért ilyen jók, hogy mindenkinél előbb én megnézem a Bruzsi hangjával. Jó, feliratával javítottam, ne esnek. Nem, az a baj, hogy tényleg annyira jó. Akkor nem annyira szórakoztató. Dehogy nem, akkor lenne igazán szórakoztató. Egy hangos Bruzsi szinkron. Igen, nem, annyira jók, hogy ebben már nem az vagy letölt, mert már mindenki letölt, szerintem, vagy hát sokan, hanem maga az, hogy tényleg olyan rohadt jók ezek a sorozatok, hogy ez a Following a Kevin Baconnál, egy ilyen amerikai szektáról szól, akinek a vezetője börtönben van, de mégis hogy szervezi az embereket, és hogy irányít kiszolgáltatott, az életükben a helyüket nem találó ilyen áldozatokat.
és egy 50-100 fő szektával követnek el különböző dolgokat amerikai állampolgárok ellen. Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy, hát ezek jók. Jobb, sokszor jobbak már, mint a mozifilmek. Jó, mert van rá pénz, rendesen megcsinálják. Én most múltkor János ajánlásával belenéztem ebbe a Spartacusba, vagy ki az. Én ugye? Nagyon szeretem. Hát figyelj, ott is milyen kamera van, meg milyen színek az egész. Jó, mondjuk én 74-ben voltam utoljára moziban a Gyöngyvirágtól lompulási című filmen, nagyon szép film volt, de egy kicsit veletem elrohant az idő. De tényleg nagyon jó. Komolyan. Tehát minden annyira szuperül van megcsinálva, hogy akár önálló film is lehetne, azt ehhez képest sorozat. Ott a három kompletté van, és még a mini sorozat is. Perfekt. Nagyon rendben van. Anna írtam, mi ez az amerikai horror sztori, Anna, ez micsoda? Az American Horror Story, két évad volt eddig, nagyon ez jók. Mi az? Mit csinál? Nagyon. Hát két évad volt, ahogy Jani mondja, a harmadik évad készül, figyelmetbe ajánlom, lehet, hogy ennyim lesz a kis ajándék. Nagyon jó. Jó? Neked tetszene szerintem. De mi az? Az első a gyilkos ház, arra épül föl, két vagy három rész, megvesznek egy házat, egy család, és akkor elkezdődik a történet. Kiderül, hogy a háznak a múltja mi, nem lövöm le. És erre épül a második évad, elmegyógyintézetbe játszódik. Na ez már brutál kemény, tehát hogy nagyon-nagyon kemény. Van. Nagyon, vannak nagyon a szereplők között átfedések, az az érdekes benne, de egyébként jó. A sztori teljesen más. Jessica Lange például a női egyik női főszereplő, második évadban inkább ilyen erőteljesebb karakter színészé válik, ott már nem annyira ővé a fővonulat. Zseniális. Iszonyatosan jó. Iszonyatos. A második évad az nem fog neked tetszeni annyira, mert az már olyan szinten nyomasztó, hogy azt te már nem szereted, abban hangos vagyok. Jó. Az első az nagyon jó. Az nagyon jó. Az első szerintem az tényleg, tehát hogy ilyen pszichó szinten lévő. Az jó. Most még a Breaking Bad-et kezdtem el nézni egyébként az első részt. Aha. Ja. Feri itt kicsit perifériára szorul, igen. Fihász legalább, legalább kicsit pihensz. Igen. Jó kis Breaking Bad, gyerekek. Éhezők viadala 2, azért az is jó. Én azt nagyon várom. Most a héten lesz a remélet. Hát az mozi. Igen. Hát mozi, az egy aranyos mese. Mesefilm, igen. Mesefilm. Aranyos mesefilm. 10 percenként mészárolnak le valami 4 éves gyereket benne egyébként, igen. Jó volt az első. Jó, bírom azt a csajt nagyon. Az egy jó csaj. Bizony. Ki ő? Egy jó csaj. Egy jó csaj. Nem, hogy hívják? Az Éhezők viadalába játszott. Igen, meg tudom, de nekem ő annyira nem, még nem. Nem jut eszembe a nevet. Még nem annyira fontos, hogy megjegyezzem a nevét. Na mindegy. Illetve, hogy tudjam fél hétkor. Jó, a játéka, hogy állunk? Hát ez a hét kitipálva. 3-0. Ennyi. Játszunk egyáltalán, vagy mi legyen? Hát adjunk, akkor hívjuk fel valakit, és adjunk egy ennyi csomagon. Nem, hát azért játszunk, nem? Gratulálok, nyertél. Játszunk azért egyet. Hát, ha valaki elpopsiz minket, akkor megérdemelten járna az ajándékcsomag. Úgyhogy tegyetek próbára minket, jó? Lehet nyugodtan jelentkezni a játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. 3-0-ra vezetünk a játékban. Ez... Sok sikert. Tessék? Csak a hallgatóknak mondom, hogy sok sikert. Hát ilyen aljadék. Nem kicsit állnak túl jól, de egyéni csomag még lehet, mondjam. Semmilyen kicsit kiszólok, hogy jó, oké, gyerek. Oda-vissza megy az aljaskodás, nem? Egyébként igaz, ami az SMS falun ilyenkor van, amikor Balázs felszólít benneteket, hogy nagyképű, beszólós SMS-ek jöhetnek, júj! Még a tavalyi szart is kitaposom belőletek, senki házi banda. Ez csak egy SMS. Tessék, ez, igen, de ez most a üzened nekik? Nem. Vagy ők üzenik neki? És ez egy gyengébb SMS, amiket kapunk ilyenkor, amikor tényleg mondom, hogy lehet egy kicsit arcoskodni, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló. Hú, de nagyon rosszul hallom. Sziasztok, halló. Hello, kihangosítom hello. Vagy nem? Headsetem vagyok. Aha. Aha. Nem tudnál átvenni minket, mert de ez így... Dehogy nem. Egy pillanat. Mi volt ez a fékezés? Bicikli fék volt. Aha. Ez konkrétan. Azért egy cserét most már megérdemelne a fékpofád. Valami nagyon nyikorgott, igen. Na? Itt vagyok, most már rendesen. Na. Jobb? Sokkal, persze, kihangosítom, okay. Nem nagyon tudunk beszélni.
Jó. Na, hol vagy helyileg? Győrben, vagyis hát Győr és majdnem Győr között. Győrben. Uh-huh. Te kelsz valahonnan, valóban? Megyek melóba. Mint minden reggel bringával. Szép teljesítmény ilyen hidegben. Az szép, Tamás, igen. Ez ha meg nem hideg. De az igaz. Ha nem 200 métert mész. Hát 12 kilométer. Na, az korrekt. Oda-vissza 24, ez nagyon jó minden nap. Ott sportos. Magad rávenni 6-kor. Én nyáron így meg tavasszal ősszel még oké, bebiciklizem ide a rádióba, de hogy most mondjuk én fölkeljek 20 perccel korábban, azért, hogy fölüljek a bringára. Ez az én keresztem. Mellós, igen. Igen, ügyes vagy. Kivel szereti játszani? Hát én itt azon, most éppen a bringás felével szeretnék játszani. Legyen! De jó. Azt, hogy te Annával akarsz, mert behívjuk. Tud ő játszani. Ővel beszéltem már, nagyon kellemes volt. Hát neked, nekünk már. Tényleg már ott vagytok a közelében, én csak itt 120 kilométerről. Na, indítjuk az órát, jó? Mehetünk? Oké. Okay. Na, okay. Jani. 3, 2, 1, fire. Mi az fire. Átlag sebesség, Tamás? Hát 20 és 25 között azt hiszem, melyik bringában megy. A sok? A 25 már nem olyan rossz. Aha, köszi. Aha. Na, ne haragudj, ne haragudj. Tudtam, hogy egy annyira bringás. Annyira bekészültem, és szép a felé! Tudtam, hogy egy bringást ezzel meg lehet fogni. Megpiszkálod a sebességet, és véged van. Na, hát ez kicsit szavagyos volt, de nem baj. Ne haragudj. Szépítőnek akartam, de hát... Nem volt egy erős játék. Fuck. Igen. Van egy országúti bringát? Most már érdekel egyébként, hogy megvertelek, most már érdekel a téma. Hát az országútival 33-at van. Országúti, Montim, Campingem, városi, hát csomó. Fíj, a camping bringával azért nem járod ezt a 12 Nem, az csak ilyen... Relikvia. Az csak, így van, az csak a gyűjtemény része. Összecsukható? Emlékeztek persze, a régi campingre? Normális. Hogy persze. Barna összecsukható. Régi csillagok, nagyon profik. De szép is ez. Hát elbúcsúzunk, jó? Így van. Oké, köszönöm szépen még egyszer. Ne haragudj, bocs. Nem maragszom, én csináltam. Bekészültem, mint az állat, és akkor most meg benyomtam, hogy nemet ennyi. Igen. Tamás, köszi, csáom. Én is köszi, sziasztok. Szevasz. Hello. Szia. Nincs harag azért, hallgatók, ugye? 4-0 ér, tehát nem baj. Baj ez most, 4-0. Nem, hoznod kellett, persze, nem. Már most már megsállunk 5-ig. Jó. Bár holnap nem játszunk, majd csak 8 után, vagy 7 után. 7 után. Később jövünk. Ja, tényleg, hát ma párti van. Ma pártiba megyünk. Céges pártiba. Úgyhogy holnap csak 7 után kezdünk majd. Hétre jövünk, akkor 6 és fél hét között ismétlés, gondolom. 3-4 hét és hét között zene, 7 után, kezdünk. Jó. Holnap. Miattunk ne kelljen korábban senki. Senki. A játékot átlogatjuk majd 7 utára, de egy kicsit később kezdünk. Uh-huh. Nem megérdemeljük. Céges parti. Egy jó céges parti. Hú, de jó lesz. De károsan megyek. Majd viszek kaját. Ne, azt hiszem, mert kértek neked különbeg a kaján. Képzeld el. De. Nem? Szerintem nem beszéljük meg most ezt. De kért, én úgy tudom, hogy kértek neked. Te honnan tudod, hogy nem? Mert én na tudom, jó, hogy igen. Akkor nem kértek. Onnan tudom, hogy írt az, akinek kellett volna rendelnie, majd oda megyek és megbeszélem a konyhásokkal. Tehát, ezt hogy írtál? Igen, ez. Na. Akkor te jobban. Csak nem akartam majd kitelekedni a szeggest. De ez tök jó, oda vissz és kérhetsz bármit. Ne, figyelj, nem, mindenképpen valamit majd csomagolunk otthon. Egy vajas kenyér, meg egy tükör tojás. A társaság miatt megyek, nem a kajáért. Már évek óta ez. Hogy te hogy hazudsz? Mondta valakivel, legyél? Mondjuk ebben? Most egy kézláb érvet hoztál fel. Ezzel már nem tudok vitatkozni. Ne egyél húst, tehát kényszerített erre valaki? Ki mondta, hogy egy ilyeskedjek? Tök igazad van, érted? Kell iteket kitűnni a tömegből, hogy te ezt nem eszel, azt nem eszel. Az van, azt eszed. Nem eszel, nem nyafogsz. Hát ennyi. Mit érted? Nem volt neked a szürkeség a hétköznapiság? Érted? Be kellett vállalnom nekem ezt a baromságot? Ki mondta? Nem szeretem a jérce mellett, de az van, akkor nem zabálok. Zabálok, nem? Na, most mi ez a zabálnék mindent, nem lenne gond. Bárhol mennék, jól laknék. Mi ez az úri flancolás? Hát most nem eszem, ma iszol. 4 perc van pontosan, 7 óra. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánom mindenkinek. 4 autó koccant a Hungárián a Jászberényi előtt. Mafi küldte nekünk. Valamint Pécsen elég nagy a köd, a látótávolság kb. 200-250 méter, Tomika és Enikő üzente. A nagykörösin egymásba szaladt egy teherautó, meg még valami lassan a Méta utcai felüljáróig visszadugul az M5-ös bevezető. Ezt igen, többen elküldtétek nekünk, hogy ott áll most a kocsisor.
Monori erdőn a 4-es úton defektes kamion lassítja a forgalmat, Ceglét felől haladva a felüljáró előtt 500 méterrel, ez pedig Charles küldte nekünk. Kőbányai után három autó egymásba csúszott, ha nem ennek el, kisebb dugó alakulhat ki. Pusza. Az M5-ös bevezetőt pedig néhányan kérdezik, hogy hol történt, a Molkútnál. És a torlódás vége már a használcik piacnál van. Teherautó állt keresztbe. Úgyhogy hát ott egy ideig dugóra lehet számítani. Gyerekek, én csak tegnap kaptam meg megint az e-mailt erre a céges bulira. Hát mi a fene van? Hát, talán nem nézem az e-mailjeit. Vagy ezt most nézted? Ez az otthoni? Saját? Nekem nem küldenek meghívót. Aha. Mert tudják, hogy nélküled úgy sincsen buli. De, ha a buli király nincs, ott nincs buli. Ha, igen. Mondjuk, hogy a táncparket király. Hát igen, úgy is lehet mondani. Hogy a fenében nem kapok én minden évben meghívót? Nem tudom, miért csinálják ezt. Nem akarják, hogy ott legyek? Azt hiszik, hogy megúszszák így, hogy nem küldenek meghívót, hogy elmenjek? Az utolsó pillanatig, akkor ugye meghívnak, tehát nem mondhatsz egy szót sem, mert tegnap megjött a meghívó. Tegnap megjött, de tegnap azért, mert Titus átküldte. Aha. Az értekezettel meglátott, és mondta, hogy akkor most átküldöm, hogy ne tud majd mondani. De mondom, úgy is mondom. Ráadásul rád nem lehet azt mondani, hogy olyan snob vagy, mint én, hogy kitaláltad magadnak 13 évvel ezelőtt ezt a nem eszek a hülyeség. Ezt a hülye baromság. Tehát te megkajász mindent, érted, ami jó. Látod, de mégse szólnak. És nem szólnak. Vajon miért? El kell már ezen gondolkoznom. Valószínűleg azon a körlevélen, amin körbe küldik, azon valami rossz e-mail címem szerepel, vagy valami olyan, amit már évek óta nem néz. Vagy még, igen. Vagy még korábban átirányítottad ezeket, így nem létre. Egy olyan e-mail címre, amin csak gyűlnek. Nem, én azt hiszem, egyszer írtál egy kör e-mailre egy választ, hogy tiszteltem, megkérek mindenkit, hogy ezekből a vacakarokból hagyjatok ki engem, és azt ők komolyan vették. Ja, azt igen, leiratkoztattam magamat a céges kör e-mailről. Uh-huh. Szerintem ezt lehet azok. Igen. Írtál egy levelet, Norbi, az Isten áldjon meg. Az Isten áldjon meg. Vegyél már le, ezt a műjópofáskodást, amit itt rendeztek, 6-8-an, akik ilyen íráskényszerben szenvednek, és egy hi-hi-ha-ha smiley-jelekkel küldtek egymásnak egyébként egyáltalán nem vicces dolgokat, na ezt nem akarom olvasni. Nem akarom Roli aranyköpéseit olvasni minden reggel. Hát még ha aranyköpések lennének. Hát, aranyos, csak nem úgy. Köpni-köpés. Szóval akkor ez lehet az oka? Aha, igen. Aha. Na jó van, de szólok, drága kollégák. A helyzet az, hogy megyek. Készüljetek. Ott leszek. Ne fenyegetőd. Megint csak második helyek lesznek a gokártba? Ne, nem tudom. A harmadik? Nem tudom. Hát most ilyen limited edition van, hogy 8-kor kiszállítanak a gokártból. De miért jön valami nagyobb? Nem, azt olvastam, hogy 5-től 8-ig van gokárt, vagy 7-től. Aha. Lehet, hogy leamortizáljuk a pályát, az még simán lehet, ismernek már minket, tudják, hogy... Ja, igen. Tudják, hogy mi nagyon csúnyán gokártozunk. Hát gokártozni én veletek is, csak hát nem tudtok. Ez igaz. Én akkor lennék győztes, ha lenne egy külön futam csak nekem. De egyszer már mentél egy kört. Igen, mentem, kisáltam, aztán 3 kör után már megmentem. Tökre mehetnél ilyen, hogy legyőzöd de saját magad. Igen. Győzd le saját magad. És az csak az saját körülményben versenyezni. Tehát nem lehet, ha ott a Henrik és te, akkor mindenki másnak vége van. Így mennél, emlékszem, tavaly Janival mi beültünk egy-egy gokárba, hogy így menjünk egy kört, így lazán. Na most az 5. másodpercben szartad össze magad, mert ti jöttetek, és ott nincs olyan, hogy te szépen elmész mellettünk, nincs olyan, hogy kanyar van, megvárom, míg a Ferkó befordul, majd aztán megelőzöm. Oldalról beérted, paf! Nem, ez az a baj, vére menj. Tehát, hogy van néhány ember itt a cégnél, akinek ez egy véremenő küzdelem, igen, hogy nyerjen a gokárba. Nem tudok. Nem hagyhatom, hogy ott valaki jobb helyen végezett. Hát, okay. Nem, a tavaly is nyertem. A Dudi nagyon jól ment, aztán talán le is nyomott. Aha. Igen. Henrik is egész jól ment, úgyhogy nem, ez egy nyitott kérdés ma este. Hát, de már más nem presztízsel rajta annyira. Csak Titus jár előtte mindig 2 hétig. Napi 3 órán. Nem, mert be sem merülnie, ott vagyunk. Mindig valami kifogást kitalál, figyelj meg, nem ül be, mindig valami kifogást kitalál. Most eszik, most akkor inkább eszik, Ő nem vegás. Aztán hánytatja magát egy lútra, azt megint eszik. Csomagoltat egy kis fánkot, amit már a parkolóban megint megeszik. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy már egyáltalán nem is gokártozom. Elmegyek ma inkább bowlingozni veletek. Hm? Bevesztek a csapatba?
Figyelj, az viszont a mi vadász területünk onnan kotrodja, jó? Ti csak menjetek lenne, azt versenyezgessetek, érted? Nem volt könnyű beverekedni magamat az első hadba. Érted, most megint tavaly. Jössz, akkor megint bevettek kijött. Egy bowling csapatban? Persze. Tényleg bekerültél? Na, igen. A Class FM bowling csapatában? Csak szóltak, hogy ne dobjam, hanem gurítsa. Mert sokba kerül a parkett. Igen, ez kicsit ilyen medicilabdaként kezeltett, hát, ahogy láttam. Meg ő előre szalad a bábukig, hogy biztos legyen a siker. Olyan mondom, de a dél-afrikai súlylökő, hogy megfogod a bowling golyót, és így feldobod. És valahogy a pálya felénél engeded el. Vagy a golyó enged el téged, nem tudom. De mindig. De ez jó, jól csinálod. Mindig benne vagyok az első hatba, úgyhogy annyian játszunk pont. És ha most én is beneveznék, bemennétek, vagy nem? Nem? Szerintem nem. Igen. Menjek le oda arcoskodni a gokárt pályára? Ne vegyük már be. Ne? Gokártozzon, az az övé, ő se enged oda bennünket. Mondjuk igen, helyzetség az. De hogy nem gyertek, hát gyertek gokártozni. De minek? Vagy jó van. Na jó van, este tehát céges buli. Holnap 7 órától vagyunk, jó? Kivettünk egy órácskát, ami nem azt jelenti, hogy 10-ig tart a műsor, vagy 11-ig, uh-huh. Hanem majd csak 7-kor kezdődik. Azt hittem 7-től 9-ig vagyunk. 7-től 9-ig vagyunk, utána megint pihenünk, igen. Reggel 7-től. Branyó azt üzeni annál keresztül, hogy kiszeltűdének sérnek, mégis mindenhol ott van, igen. Lassan én is az ő sorsára jutok. Na. Ki hajolt már el úgy igazán céges buli nálunk? Ki az, aki így nagyon elhajlik? Roli. A Roli tud azért inni, tehát mire a vezérigazgató elmondja a beszédet, Roli már azt mondja, ő már masszívan megalakul. Árpi! Mondjad még! Most megváltozott, most nagyon nagy meglepetést fog szerezni mindenkinek. Igen? Azt mondta, hogy csak a sport. Idén drogozik? Igen, most kemény cuccokkal ér. Nem, azért én voltam egy-két kemény céges buliban, tehát a Vivász céges bulik, az RTLS céges bulik, azért azok nagyon-nagyon kemények tudnak lenni. Tehát ott az is összejön azzal, akivel még csak nem is találkozott, vagy nem is nagyon beszélt az étteremben. Tehát egy RTL-es karácsonyi partik, még régen, amikor jártam, meg az ilyen céges bulik, a mi stábunknak a céges bulija, ez kemény. Jó, mondjuk a Vivánál volt egy-két olyan ember, aki csak arra várt, hogy valaki hasonfekve álljuljon el. És oda ment, és... Nincs jobb, egy magatehetetlen védekezni, hát nem tudok. Anyjává! Ártatlan szerkesztő lenne. Piszkálj! Ne csináljátok, fiú! De jó lesz az. Vagy legalább védekezzetek. De hogy ehhez képest a klasszos bulik, mondom én, hát én sem egy nagy parti animál, de azért így volt egy keményebb buliban. Szóval a klasszos bulik azok ilyen kis csecsék, ilyen kis he-he, hű-hű, ha-ha, he-he, de hogy ilyen kis visszafogottan tolja mindenki. Tehát nincs az a 11 órakor a vezérigazgató nyakába egy boával, nagyon tolja a szélszes csajokkal, miközben a promóciós lányok vonatoznak valahol már úgy, hogy közöttük van egy szélszes fiú. Tehát ez így nagyon nincs. Hát mert mindenki már családos, olyan. Meg hát Roli is most megjavul. De egy céges bulin nem vagy az, nem? Meg egy dolgot sokan gondolják, én úgy értem, hogy egy céges bulin sokan hiszik azt, hogy nem családosak. Mi 9-kor haza szoktunk jönni, vagy max 10-kor, hogy utána mi van, azt te honnan tudod? Mondjuk lehet, hogy akkor. Hát mi mindig lelépünk ilyen 9-10 körül, ugye, mert reggel föl kell kelni. Nézik az ablakból. Most kanyarodott ki a busszal. De én, ha ott vagyok, se vagyok, mert én lent tolom a benzingőzős gokárpályán. Tehát én följövök, iszom valamit, jó a buli, na jó, szevasztok, ott megyek vissza vezetni. Tehát mi körülbelül 8-10 így csináljuk a cégnél. Hogy ilyenkor azzal is beszélget az ember, akivel egyébként egész évben nem szokott, és akkor megvan a nagy kibékülés, hogy aztán másnap arcon köp magad, utána pedig januártól megint ne beszélje vele? Általában így van, ugye? Én nem. Jó, hát én továbbra se erőltetem, aztán hogy nem megy. Csúnya dolgokra képes a vegetarianizmus. De nem, mert ilyenkor egy kicsi pia azért az úgy valahogy összehozza az embereket, nem? Tehát, hogy úgy kicsit oda mész, megnyílsz, iszol kicsit, azt mondta, hogy fenébe az ellenségeskedés, kicsit próbálj meg beszélgetni. Minden évben teszek egy-két emberrel egy-két reménytelen kísérletet. De sose jön be. De mire már elindulok felé, elfordul, és általában nem nyitottak a közeledésemre. Ez jó. Talán egy ilyen 2 évvel ezelőtt egy céges partner, az egyik kolléganővel elkezdtem így beszélgetni, és akkor így pár deci bor is elfogyott. Nyilván csak módjával, mert az nekem betett volna, és ő annyira kedves és őszinte lett, hogy elmondta, hogy annak idején a Danubiust miatta hallgatták, és nem miattunk. Tehát, hogy aztán mondta, hogy akkor inkább hagyjuk. Akkor átülök egy másik asztalhoz, látom. Ja, hogy egy műsorvezető nő. Igen. Az óriási sztori, az nagyon jó. Nagyon jó volt. És akkor mondom, milyen kedves, milyen aranyos, és akkor ideértünk a beszélgetésre, mondtam, hogy na jó van akkor. Kicsit megnéznem, van-e még valami desszert. Megerett a nyelved egy fél deci édesbortól, oda mentél barátkozni, és gyorsan kiosztottak, és akkor alig söndöröttél. És akkor mondtam, hogy jó van akkor. Tudom, hogy ki volt ő, az nagy sztori.
akkor ott még van biztos üres helyen el a másik asztalnál. Mi az ott, patizsánkrém? Megkóstolom. Mindjárt csinálok helyet. Jenő, telefonon keresnek a recepciónál. Oda néz, csicseri borsó, megyek, abból még nem ettem. Mi az ott? Hogy lépsz ki a kínos beszélgetésben? Én a világbajnok vagyok így ebben. Így ezzel? Csicseri borsó? Nem, semmit. Mondom, ne haragudj, mindjárt jövök. Én nem. Tehát elhatároztam, volt egyszer egy ilyen 3 éve vagy 4 éve ezelőtt egy olyan buli, ahol bárkivel beszélgettem, mindig nagyon kínosan éreztem magam, mindig nagyon feszengtem, és ott jöttem rá, hogy az ilyenekben nem szabad hagyni magad belemenni, nem szabad magad hagyni elrabolni. Ha rossz az a beszélgetés, nem kell tovább folytatni, merni kell belőle kilépni. Azóta ezt olyan szinten tökére fejlesztettem, hogy úgy el tudok menni, hogy közben még beszél. És azt mondom, szabad ne feled, mindjárt jövök. Hallok. De nem azért, mert hogy mi a rosszabb? Ott állsz, és önmagadat meghazudtod, egyébként kínosan feszengsz, és 10 percig hallgatod azt a sztorit, ami egyébként valljuk meg őszintén nem érdekel, és baromi rosszul érzed magad, és látsz a terem másik végén egy másik társaságot, akivel sokkal szívesebben beszélnél. Vagy azt mondod, hogy ne haragudj, ezt majd folytatjuk, de most viszont ott szeretnék valakivel beszélni. Nyilván ez így intézem, és ott hagyod abban a pillanatban. És kész, és megszabadítod magad egy ilyen 10 perces kínos feszengéstől. Hmm. Úgy lépek le, mint a húzat. De hazudsz egyrészt, hogy folytatod, ugye, mert sose folytatod, meg de ez egy kegyes hazugság. Megbántod őt. Most ez nyilván nem úgy, hogy képzeld Balázs, egy sztorim, szabad, ne feled, mi az ott? mi az ott? Ár elindult a gokárt, már itt se vagyok. Nem, azt mondom, hogy persze, figyelj, most viszont ott van az, akivel akarok beszélni, majd jövök, vagy majd folytatjuk, és kész. Mert sokan belemennek ebbe a kínos feszengősén, 10 percig állok ott valakivel, és hallgatom, már kicsit részeg, engem nem érdekel, nem? Hát nem igen, abszolút igazad. Mondjuk én hozzáteszem, hogy ez is hozzátartozik az igazsághoz, hogy én az ő érdekében álltam föl, és mentem arrébb beszélgetni másról. Tehát, hogy akkor éreztem, igen, hogy na most akkor. Tudom, te megiszol egy kis bort azért, te őszintére iszod magad. Igen. Tehát, hogy van, aki barátságosabb, van, aki kedves, te őszintére. Igen, akkor tedd fel a kezéd. Ez a szép benned, hogy nem a verekedés, nem. Csak a verbális alázás, de ott aztán minden. Szóval ez jó dolog. Na, hát tudjátok, milyen frusztrált vagyok, amit csak zöldséget eszel. Még mióta nem hiszel be állati fehérjét. Na, Robbie Williams jön hozzánk jövőre, és ilyenkor mindig annyi kérdése van az embernek, ami így felmerül, nem? Hogy jön egy ekkora világsztár, hogy egyet ez hogy működik? Hogy ő leül a menedzsmentjével, és azt mondja, hogy akkor jöjjünk ide. Megpörgetik a földgolyóvist, a globuszt, rábak egyre, és a Hungary. Itt már voltunk. Mert csomó ideig nem jött. Megállt Bécsben. Nagyon nagy világsztárok nem jönnek el, nagyon sokan eljönnek. Mi a fenétől függ, hogy valaki eljön, vagy nem jön? Hogy mennyi ideje volt? Tehát mondjuk 8 év, mint Robi esetében, és akkor visszajön? Ez mitől függhet? Tudjuk-e teljesíteni a kéréseit valószínűleg, már hogy a pénzügyit, ugye ez lehet az első. Ha ez megvan, akkor már érdemes gondolkozni. Mert én gondolom, hogy a szervezőnek ki kell fizetnie a lóvét, akkor is, ha bármi történik. Az igényesen ugye? Biztos odafigyel arra is, hogy a teljes sót el tudja hozni. Ez kevés ilyen van. Van szerintetek lebutított show? Biztos, nem? Biztos vagyok benne. Tehát én láttam egy-két olyan koncertet itthon, ami nem ugyanúgy nézett ki, mint mondjuk Európa más országaiban, vagy mondjuk Amerikában. Tehát hozzánk még mindig az a sztereotípia, hogy butítani kell, vagy a méretek miatt butítanak az arénába. Nem fér be az arénába, meg nem, nincs rá pénz. Tehát valószínűleg azt mondja ugye a szervező, hogy oké, akkor hozzon 3 ilyen kivetítővel kevesebbet, ez kevesebb a koncert. Jó, akkor azt kérdezik. Hát nem? Igen, csak erre én mindig azt mondom, hogy olyan fura, hogy azt mondjuk, hogy nem fér be, vagy nem tudja elhozni az egész showt, mert ugyanakkor meg ott van ugye a Puskás Ferenc stadion, ahol azért egy párszor eljött mondjuk a Depeche Mode, eljött a Metallica, eljött a Guns, nekik jó volt? Nekik elég volt? Jó, nekik megfelelt? Hát ők meg is tudják tölteni, de mondjuk egy bár nagy világsztár, de nem biztos, hogy vesznek rá 20 000 jegyet, azt meg berakják, érted, amit én egy 8 000-es, azt berakják az arénába. Ott már nem tudsz ennyi pénzt kérni, hogy mindent ki tudj fizetni, viszont ő meg mégiscsak jó, hogy eljön. Sztár menedzsere hívja fel a magyar koncertszervezőket, a gyerekek, elindulunk? Mennénk, jöhetünk-e, van nálatok szabad hely? Vagy a magyar koncertszervezőnek kell azt tudnia, hogy a Robi nem sokára indul, megállapodott a menedzsmentjével, akkor mondjuk, mint ami hív, szóljunk neki, hogy mi szeretettel várnánk, vagy itt most van arra lehetőség, hogy mondjuk sok ilyet tudnánk eladni. Hát a gerendaiak azok mindig azt szokták mondani, hogy ők azok, akik megkeresik a sztárokat, és aztán mondanak rá vagy egy igent, vagy egy nemet. Aha. Tehát, hogy szerintem nem a menedzsment intézi. Na de várjál, az más, mert ott ugye a Szigetnek van egy konkrét időpontja. Tehát fölhívja őket, és azt mondja, hogy 10-től 16-ig tart a Sziget, gyere, lépjön föl. De jelen esetben a Robit nem tudod ezzel fölhívni, mert nem egy konkrét eseményre hozod el, hanem az ő európai turnéjára akarsz te rácsatlakozni. Ha megkérdezed, hogy március 14, Bécs 15, jó, Budapest, jó. Most mondom.
mondtam egy dátumot. Na de ők már egyszer csak a Robi honlapján egyszer csak megjelennek a tavaszi időpontok. Aha. És vagy ott van Budapest, vagy nincs Budapest. Tehát akkor ilyen színen viszont, ha Robi megállapodik a menedzsmentjével, azt egy magyar koncert szervező, ez nem biztos, hogy tudja. Lehet, hogy ők telefonálnak körbe. Szervező honlap, ahol van egy belógatás, mennénk kellünk-e. Uh-huh. Vagy ettől eddig turnén vagyunk, beleférünk-e. De nem, szerintem fordítva működik, tehát ők mondják azt, hogy jönnének. Olyan kíváncsi lennék egyébként, hogy hány világsztárból hány tudja pontosan, vagy nagyjából elhelyezett térképen, hogy mondjuk hol van Magyarország. Tehát a Gagát, vagy a Britney-t mondjuk most oda lépnél hozzá az utcára, és azt mondja, hogy figyelj, koncerteztél Budapesten, hova tennéd? Nagyjából a térképen, szerintem fingjuk. Fogalmuk nem lenne. Látják a stadiont, meg látják a szállodát, meg a repülőt. De nem is, hogy Európában nagyjából hol vannak. Tehát oké, okay, Franciaország, Németország nagyjából belövi, de az amerikai, amilyen sötétek, nekik, nem biztos, hogy tudja. Nekik közük nincs ahhoz. Az európaiak az mind tudja, de egy amerikai világsztár. Fogalmuk nincs, mi? Fogalmuk sincs róla. Meg és egész, egyébként is okos. Szóval. A legtöbb esetben egyébként át se jönnek, tehát egy csomó olyan sztár van, igazi sztárzenekar a tengeren túlon, aki egyszerűen nem akar átjönni, de mert minek? Kicsi csak felesleges nyűg, meg plusz kiadás, stb. Egyszerűen nem izgatja az egész. És úgy kezeli Európát, mint egy országot. Unió. Ez az Európa Unió ország. De látod, még egy csomóan megállnak Bécsben. Igaz van, hogy eljönnek Bécsig, de Bécsig tovább nem jönnek. Mintha még mindig vasfüggöny lenne. Vagy nem, azon túl, ott látod, ott laknak a barbárok. Ott vannak az orkok, az urukhályok. Igen, a longobárdok. Igen. Oda már nem jönnek. Az entek birodalmába, meg a barlangi trollok birodalmába, ők már nem jönnek. Például mit a YouTube. Ez a legnagyobb szívfájdalmam. De nekik cikik vagyunk? Vagy hogy mondjuk azért 10 000 ember, ha be tud menni egy BS-be, hát azért 10 000 ember nem rossz. Vagy mondjuk 9 000, nem egy BS-be, hol élek én egy arénába. Azért ők a stadiont simán megtöltötték volna bármikor, amikor ide jöttek volna, hát a Puskás Ferencet. Ja, vagy a Puskást, igen. Oda azért nem 10 000 ember fél. Bejöttek soha. Nem? Nem. Mit kérhet egy Robi vajon, szerintetek? Pénzben, mennyibe kerülhet? Csak az ő gázsia? 20-100 millió. Nem, most arra gondolok, hogy mit olvasod mindig, hogy a Madonna a földkörüli turnéján keresett, mit tudom én, 150-200 millió dollárt. De mondjuk, ha te elmész a kis pénzeddel, megveszed a kis jegyet, akkor mennyi pénzt teszel be te a Robi? Úgyhogy ő mondjuk a budapesti koncert után csipog neki a bankegyenleg, OTP számla információ, önnek utalása érkezett forintban. Mit tudom én, mennyi maradhat meg neki? Még 10 000 ember elmegy egy aréna koncertre, megveszed a jegyet 20 000-ért. Az nagyon sok pénz. Feri, kérlek, szoroz egyet gyorsan fejben. Mennyi marad meg? 10 millió, 20 millió, 30 millió? Á, szerintem ő csak a zene szeretetéért csinálja. Na. Madonna a tavalyi évben 27 milliárd forintot keresett. 27 milliárd forint. Mondjuk ebben biztos jogdíj, meg minden benne van. Vagy azt mondja, akkor a koncertszervező... Akkor szegény karácsonya volt. Figyelj, ennyiért idejövünk. Igen, akkor meg kellett húzni a nadrágszíjat. Ennyiért idejövünk, amit ezen felül értékesítettek, az nyilván a tiétek, nem? Sose hívtam még meg világsztárt, nem értek a koncertszervezéshez. De hogy miért nem? Untatott volna? Egy értelmetlen levelezés lett volna. Srácok, lépjetek fel a kertemben, az áramot használhatjátok, de ne csapjátok le a villanyórát. Öltözőjébe mit kért? Robi? Remélem nem ásványvizet, szegfűt, meg egy munkácsi képen. Az ilyenektől meg tudok őrülni. Tehát akkor tényleg kérjen valami durvát, vagy ne kérjen semmit, de ez a 10 kilós fejtett szójabab, 4 liter Evian ásványvíz, sárga tapéta, meg 200 szegfű, ebben nincs rakendor. 20 darab törölköző. Mondjuk 20 darab tiszta törölköző. Azt megértem. Na jó, de csak ő törölközött bele. Tehát, hogy akkor én soha nem értem azt, hogy minek kell minden egyes hely törlés után egy új tiszta törölközőt adni neki. Mert mondjuk ő ismeri a saját gombáit. Hát ennyi. Meg amikor elmész szállodába és ott is mindig új törölköző, az egy jó dolog. Aha. Nem? Visz is belőle, haza vajon? Tudod, hogy lopja. Lopja mi? Persze. A YouTube volt már a Puskásban egyébként, azt mondják. Itt volt a 90-es években. Na, de igen. Attól még a Feri szívfájdalma, hogy nem. Jó, hát a Feri még csatogos. Az 93 volt. Hát nem lehetett, 93-ban nem volt új kígyós Budapest között vonatközlekedés, plusz a disznókat is meg kell tetessük. Tehát nem tudtam jönni. De egy évvel korábban gyalog. Mert a disznókat meg kell tetetni, most mondom. Alá kellett vágni a disznóknak. Nem lehet egy évig ott hagyni. Azért csak mondom, hogy 91-ben, amikor az AC/DC, a Metallica, a Mötley Crüe meg a Queen's Reich együtt voltak a stadionban. Az nem volt nyomjuk. Na, a hírek után felhívjuk Márkus Évát, a Live Nation, tessék, Robit, igen. A Live Nation marketing igazgatóját, hogy megkérdezzük tőle ugyanezeket, hogy mégis mennyi idő egyet leszervezni, mennyi pénzt kér, hogy van ez, honnan tudják, hogy mikor indul, mit kér az öltözőjében.
Az esetek többségében a 80%-ra nem mindig szoktunk választ kapni, de teszünk újra egy reménytelen kísérletet. Hát, ha mi drága évánk válaszol egy-két konkrétumra. És persze megkérdezzük azt is, hogy Robbie Williams lopja a törő a között. Mindenféleképpen. 7:30 volt pontosan, egy perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 ez pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello. Sziasztok. Jani. Hétfő jön a havazás, téli gumit, sapkát fel. Király. Mi pedig itt a hírek előtt Robbie Williamsről beszélgetünk, aki ugye jön Magyarországra, és azt próbáltuk itt, hogy van az, mit kér az öltözőbe, mennyibe kerül, miért kerül annyibe egy koncertje, egy kiszól kinek, hogy Robbie elindul, vagy akár egy másik világsztár, hogy zajlik az ő megszerzése, vagy elcsábítása Magyarországra, miért van az, hogy egy csomóan megállnak Bécsben, de most már azért egyre többen eljönnek Magyarországra, sőt, hát az elmúlt 10-15 évben azért most már a legtöbben inkább úgy lehet fogalmazni, hogy eljöttek Magyarországra, néhányan még mindig úgy gondolják, hogy nem lépnek át. Veszélyes vidék. Veszélyes vidék ez, de eljönnek azért már jó sokan. Na, és ígértük, hogy felhívjuk Márkus Évát, a Live Nation marketing igazgatóját. Hello Éva, jó reggel! Hello, jó reggelt, sziasztok! Hello, hallgatod, hogy miről polemizáltunk itt a hírek előtt? Miről beszélgettünk? Hát félfülel valamennyit hallottam, nem teljesen. Nem teljesen. Na, nézzük az elején, hogy például amikor Robi elindul, akkor ezt ti tudjátok meg, vagy ti jelzitek az ő menedzsmentjének, hogy ha majd elindul, akkor szívesen látnátok itt Budapesten. Szerintem egyébként vegyük egy picit külön a dolgot, tehát oké, Robire élezzük ki, de alapvetően vannak a világsztárok, és vannak még a kisebb zenekarok, akik gyakorlatilag folyamatosan úton vannak. Azok a zenekarok vagy előadók, akik szinte egész évben folyamatosan föllépnek, és ebből áll az életük, ez a legtöbb bevételi forrásuk minden szempontból, ők természetesen bármikor hívhatók, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné valamilyen időpontra elhívni őket, akkor egyszerűen megkeres őket, megpróbálja leegyezni az adott időpontot, vagy ahhoz a legközelebbi. Uh-huh. És egyszerűen valószínűleg létrejön az üzlet, hogyha ha mindenkinek megfelel. A világszároknál teljesen más a helyzet, tehát például egy Robi szintű előadónál, mi ugye nem akkor tudjuk meg, hogy elindul útra, amikor elindul útra, mert akkor már semmit nem tudsz csinálni, hanem általában egy turné előtt egy-másfél évvel korábban már elindul a szervezés, ami úgy néz ki, hogy minden nagy sztárnak, sőt, hát mondjuk tőlünk nyugatabbra általában a legtöbb előadónak van saját ügynöke, tehát hogy nem is a menedzserek vagy a menedzsmentek végzik ezt a munkát, hanem az ügynökök. Velük megállapodik az előadó vagy az előadónak a stábja, hogy körülbelül mikor, milyen méretben, milyen feltételekkel szeretnének turnéra indulni. Most picit elment a vonal, átmentél már sova, vagy lehet, hogy picit árnyékolt a helyen vagy Éva? Az előbb, hogy most jó. Ugyanabban a szobában ülök, úgyhogy remélem, hogy nem. Most jó. Akkor lehallgatnak. Vagy zavarja a Sziget Kárt. Igen, a gerendaiék bezavartak tényleg. Szóval, hogy ha is akkor az ügynökkel veszitek már fölti a kapcsolatot, vagy ő veletek, hogy jönne? Alapvetően az ügynök gyakorlatilag kiküldi ezt ajánlatban, hogy mondjuk Robbie Williams ekkor és ekkor turnéra indul, ilyen típusú turné, tehát mondjuk előre megmondják, hogy ez kizárólag aréna lehet, kizárólag stadion lehet, milyen típusú feltételek kellenek hozzá, akár technikailag, akár anyagilag. Nyilván azt kikötik, ugye, hogy hány fő a minimum, ahova ő egyetem beteszik a lábukat, tehát hogy megmondja, hogy minimum 8000, vagy minimum 10000, mondjuk Robi esetében. Nem a létszámot kötik ki, ha kikötnek valamit, akkor inkább gázsit kötnek ki, amit viszont nem az előadónak a saját pénze, tehát ez a komplett produkció pénze ezekben az esetekben már, tehát ebből fizeti a saját utazóstábját, a teljes technikai részt, amit magával hoz. Tehát ez, amit így az ember időnként hall, hogy hú, mekkora gázik, ezért ez nem magának a művésznek a saját bankszámlájára kerül. Gázi. Azt tudjátok azt a részt, ami neki megy, vagy ahhoz nekünk semmi közünk? Már hát ahhoz nekünk semmi közünk. Neked se, aha, uh-huh. Értem. Tehát te egy neked meg pláne Rákóczi. Jó, értettem, csak kérdeztem, nyugi, te cseszeges. Ti azt előre tudjátok, hogy körülbelül hány nap alatt mennek a lejegyek? Tehát nyilván kell egy ilyen üzleti kalkulációt végezni, hogy hát Robit érdemes, nem érdemes, megéri, nem éri, mondjuk 6 nap alatt kapkodják-e, vagy 3 nap alatt? Azért azt, hogy pontosan hány nap alatt kapkodják el a jegyeket, azt mi sem tudjuk előre megmondani, tehát a kis kristálygömb szerintem senkinél nincs ott igazából. Azt természetesen tudjuk, hogy mi az, aminél nagyobb roham várható, mi az, ahol valószínűleg gyorsabb jegyfogyás várható, de hogy mondjuk Robinál ez egy napot fog jelenteni, 3 napot fog jelenteni, vagy egy hetet, azt nem lehet előre. Ki volt a legdrágább? Nem kell mondani, hogy mennyi, csak akire azt mondtátok, hogy Jézus is, tehát nem tudjuk idehozni, mert nem tudjuk kikalkulálni, akkorát kért. Volt ilyen? Hát volt már egy-két olyan produkció,
ami annyira drága volt, hogy egyszerűen Magyarországon nem lehetett kigazdálkodni semmilyen szinten. Akik itt voltak, azok közül Madonna 2009-es turnéja volt a legdrágább, és itt mondom ismételten, tehát nem a művésznő saját. Persze, drágia, hanem úgy cakkumpak. Nem kell mondani, hogy mennyi, de akit mondjuk nem érte meg annyira sokat kért, mindegy is, hogy mennyi, csak hogy ki volt ő, azt tudhatjuk? Nem. Az sem? Tehát azt hittok, hogy mit a YouTube annyira rohadt drága volt 4 évvel ezelőtt, hogy egyszerűen nem érte volna meg idehozni. Nem, mert egyébként a legtöbb ilyen dolog, amit nem éri meg idehozni, az főleg aréna produkcióknál van. Tehát amikor annyira korlátozott, hogy mekkora bevétel lehet Magyarországról, és egyszerűen nem tudjátok kezelíteni az álláspontokat a művész gázsia és a várható maximális bevétel között. Alkudozni lehet? Te azt mondja neked a Robi menedzsmentje mondjuk ennyi, vagy nem is a Robi bárki, és te azt mondtuk, hogy jó, inkább legyen ennyi. Akkor ők megint kicsit, és akkor van egy ilyen 4-5 forduló. Hát alkudozni lehet, de ez inkább fordítva szokott indulni, tehát mi adunk egy olyan árat, ami úgy gondoljuk, hogy tartható, és akkor ők kezdenek el alkudozni, hogy hát az kevés lesz. Tehát lehet alkudozni, de inkább fölfele szokott. És ha milyen érveket szoktatok bedobni? Nézd, John Bon. Figyelj, kiadtatok egy country lemezt, te alkoholista gitárosotok, mégis mit akarsz? Igen, kicsit kezdesz kellemetlen lenni. A hajad se a régi már. Egyébként is a feleséged a fődök a csapatban, kicsit engedjetek már. Robi, mit kért? Vagy ilyenkor már azt is látjátok? Vagy ez egy későbbi tárgyalás, hogy kérte kecskét, piros, tudod, ez a fixa ide, nem tudom, vörös szőnyeget, tükröt, meg 200 szegfűt az öltözőbe, vagy ezt nem lehet ilyenkor még tudni. A vereség kezdi azt, hogy kordost harisnya kötőbe. Ennyire részletesen nem lehet előre tudni. Van egy bizonyos költségvetése annak, hogy az ilyen jellegű személyes igények, tehát úgynevezett művész öltözői igények és bármi hasonló, arra van egy külön összeg a költségvetésbe. Tehát abban azért illik beleférni, de nem tudjuk ennyire részletesen előre, hogy pontosan mit szeretnénk. Az létezik-e az a dolog, hogy elindul egy előadó, Bécsbe leadja a nagy koncertet, és ide hozzánk 3 projektorral kevesebbet hoz, a hangtechnika egy picit kisebb. Tehát van-e az, hogy lebutított show jön Magyarországra? Nálunk még nem fordult elő, tehát a Line Nation történetében. Alapvetően a legtöbb bulit, amit csinálunk, az mindenki saját magával hozza a saját cuccát. Általában, amikor ilyen típusú koncert van, ott olyan megállapodás lehet, hogy helyi technikát kérnek. Tehát hogy egyáltalán nem hozzák a saját felszerelésüket gyakorlatilag, hanem helyi technikát kérnek. Ott előre meg szoktak egyezni a szervezőkkel, hogy pontosan mi lesz. Biztos vagyok benne, hogy ennek 99%-ban anyagi okai vannak, de olyan, hogy azért jön kevesebb cuccal, mert hogy az adott helyre nem fér be, ilyen nincsen. Hát vagyok. Tehát legalábbis nálunk. Nem, a Gagánál lehetett azt látni, hogy nem ugyanazt nyomtam mondjuk a Madison Square Gardenben, mint a 4 hónappal később itt nálunk, hanem kicsit kisebb. Bocsánat, kicsit ez ki volt, nem hallottam. A Gaga, nem tudom, hogy azt így csináltátok, de hogy láthatóan egy kicsit szegényebb showt hozott, mint mondjuk. Ennek valószínűleg méretkülönbség volt, tehát Európára alapvetően az amerikai produkciókat kénytelenek egy kicsit összefúzni, ugyanis Európában mi arénánkhoz hasonló méretű arénák vannak, amíg Amerikában mondjuk egy aréna az 20 000-es simán. Tehát dupla ekkora, tehát mint a dupla. Uh-huh. Az előzenekarra nem lehet esetleg egy javaslatot tenni, hogy legyen mondjuk a Prügyi Duó? Tehát nincs beleszólásotok abba, hogy a Robi előtt kilépjen föl? A szívünkön viseljük a sorsot. Van egy nagyon kedvenc zenekarunk, igen, és nagyon szeretném őket menedzselni. Nagyon tehetségesek. Ez teljesen reménytelen? Ezt teljes mértékben elhiszem nektek. Mindig a művész határozza meg, hogy egyáltalán lehet előtte előzenekar, vagy konkrétan igényel előzenekar. Ha igen, akkor ő hoz magával valakit, vagy pedig lehet helyi. És a lehet helyitől indul az, hogy el kell neki küldeni több javaslatot is, és abból ők kiválasztják, hogy melyiket szeretnék. A Prügyi Duó meggyőzné, Robi. De küldök Robinak egy Prügyi Duó videót, szerintem egyébként simán azt mondanak. Kicsit is jó az, akkor meg simán benne lenne. Biztos, hogy megsajnál előtt. Figyelj, itt nagyon sokan kérdezik, Éva, a YouTube-t, hogy nincs-e valami deal, vagy valami közeledő dolog, vagy őket akarják a legtöbben. Hát őket mi is nagyon szeretnénk. A plekkák arról szólnak, hogy készül a lemez, úgyhogy elképzelhető, hogy jövőre a csapat mozgásba lendül, de miután a turnét még momentán nem szervezik, ezért szerintem, ha lesz, akkor ez valószínűleg inkább 2015-ös lehet. Uh-huh. Mondjuk a stadion építéseknek ember nem örül annyira, mint ti, gondolom, nem? Tehát ez egy újabb hát lehetőség. Hát azt leszámít, hogy lesznek időszakok, amikor konkrétan nem lesz stadion. Egyébként igen. Mert hogy mondjuk egy Fradi pálya is akár
alkalmas lehet, nem? Most már olyan infrastruktúrával koncertezni. Igen, igen, tehát az új Fradi pályát azt egyébként nagyon várjuk, amennyire a terveket ismerjük, az, az tényleg egy világszínvonalú stadion lesz, úgyhogy remélhetőleg nem csak focira lehet majd használni, természetesen függ a magától a klubtól is, hogy ők mit engednek és mit szeretnének. A jelenlegi helyzet az nem túl rózsás, tehát mondjuk visszatérve a jutóra, volt ugye az előző turnék, ez az a 360 fokos turné, amihez mindenképpen stadionhoz ragaszkodtak, mert ugye körbe lelátónak kellett lennie. És Magyarországon az volt a probléma, hogy a Népstadion az ugye gyakorlatilag félig le van zárva, tehát hogy csak az alsó szint használta, a felső nem, a zenekar nem lép fel olyan helyen, ami félig le van zárva. Egyrészt biztonsági okokból nem, tehát hogy nem szeretnék, ha mondjuk pont az ő koncertjük alatt valakinek a fejére esne valami. Másrészt meg eléggé rosszul néz ki. Lehelyszíneltük az ország összes létező stadionját, most kiderült, hogy ahova beférne a felszerelésük, ott általában nem gondoltak arra, hogy ott ne csak foci meccset csináljanak, tehát hogy például egy terautón kívül más munkagép vagy bármi hasonló kamionok nem tudnak bemenni. Tehát nem lehet megépíteni, vagy pedig eleve maga ez a színpad, ez akkora óriási volt, hogy, hogy az atlétikai pályával, vagy az atlétika pálya nélkül, tehát csak egy sima futballpályára nem is fért volna be. És most már kikérték a véleményeteket? Vagy mondtatok dolgokat, amitől mondjuk egy Fradi pálya akár alkalmas lehet koncert lebonyolítására? Többnyire megkeresnek bennünket most már a Népstadion, illetve a Puskás Ferenc stadion átépítése kapcsán is többször egyeztettek velünk. Az egyetlen apró szépségkibája dolognak az, hogy gyakorlatilag pár havonta megváltoztatják, hogy most éppen teljesen lebontják, nem bontják le. Átépítik, mellette építenek, tehát hogy így viszonylag nehéz lekövetni, hogy most tulajdonképpen éppen például 2015-ben lesz stadionunk, vagy nem lesz stadionunk, lehet foglalni arra esetleg majd turnét, vagy nem. Aha, a Hidegkuti stadionról, az MTK pályáról elhitték, hogy ilyen még van? Igazából mi nem hittük el, mert hogy ott azért a 90-es években volt még egy-két nagy buli. Igen. Volt ott Metallica is. Ott Metallica is volt még egyébként. Igen, és amikor pont a YouTube-nál lehelyszíneltünk mindent, tehát ott konkrétan azért nem lehetett már koncerttel számolni, mert életveszélyes, elnézést. Teljesen gyakorlatilag annyira le van pusztulva a nézőrész, hogy nem lehet oda embereket odaengedni, főleg nem egy koncertre. Arról mondhatsz valami konkrétumot, hogy milyen nagy nevekkel tárgyaltok esetleg, vagy mondjuk kire lehet számítani 2014-ben, 15-ben, gondolom már ennyire előre vagytok. Igen, most már konkrétan az egyik koncert, amivel valószínűleg a legközelebb vagyunk a megállapodás, az 2014 novemberi koncert, de neveket az sajnos nem lehet addig mondani, amit nem tudjuk. Király, hihetetlen titokzatos. Nem mondja. De nagy november. Nagy név? Hát nem akkora, mint Robi, de nagyon ismert, és is sokat játszátok. Hát azért ezt mi nem tudjuk kitalálni. Jó. Éva, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Jó munkát neked. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönjük. Ciao. Márkus Évával, Live News marketing igazgatójával beszélgettünk. Kompakt diszkó. Nagy név játszuk. Ebből az az igaz, hogy játsszuk. Igen, mert Magyarországon sokan szeretik őket. Na, Óven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello, újra te vagy az Éva? Nem, Szilvi vagyok. Ja, azt hittem az Éva, mondom, milyen cseles ez a Márkus Éva, hogy visszajött a játékban. Hello, Szilvi, honnan hívsz minket? Budapest, mit csinálsz? Hát dolgozom, szakács vagyok. Melyik kerület? Hatodik. Mármint a munkahely? Ő bakár az is. Elárulhatod mind a kettőt? Hatodik kerületben dolgozom, 13. kerületben lakom. Ó, földi, na. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj. A Robi Swing zenekar a hangot. Nagyon hang, ott még nagyon hangol, nem? Igen. Mutatjuk, vagy ez hogy... már a koncert, és nem sikerült túl jól. Igen, mutatjuk, mit énekelnek. Hajjajjaj. Jézusom. Igen, ez nem könnyű. Mutassuk még egyszer, Szilvi? Igen. Figyelj. La-n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 a
Én sapkát akarok. Ah, még meg lehet, illetve már nem, ha kiveszünk egy... Volt nálunk koncertezni, ennyit segítettek. Ez az ember, aki most énekel. Mutassunk hosszabb részletet? Hát, muszáj lesz. Kivettük a sapit, figyelj! Nincs meg? Szabad a gazda. Szabad a gazda, megmutatjuk, ez lett volna. Úristen, soha nem ismertem volna. Pedig azért én George Michael. Hát ez nem volt könnyű. Szegény Szilvi. Pedig mind a két keresztnevét elfogadtuk volna. Igen. Köszi. Szilvi, ne haragudj, bocsánat, de ez tényleg nehéz volt. Jó, köszi, majd legközelebb. Gyűlölsz most minket? Nagyon. Hát. Kicsit, mondd, nyugodtan, igen, mondd, hogy igen. Fájdalomdíjként egy sapkát szívesen elfogadok, és akkor nincs harag. Akkor inkább gyűlölj. Köszi. Na most már gyűlöl. Akkor inkább gyűlöld a Petit. Akkor utálj engem, én bírom. Szilvi, puszilunk, jó munkát, ciao. Hello, hello. Én most konkrétan gyűlöl, hallottátok? Hát sapkát akar. De hogy változik a hallgatói szeretet? Ebben ez a szép, hogy amíg itt van a játék elején, hello Feri, és na menj, három gyöké. Nem, tehát hogy hirtelen mekkora fordulás. Egy fél mondattal le tudsz rombolni mindent, amit évek alatt építettél. Hogy múlik el a szeretet egy másodperc alatt? 8 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 4:09 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, november 21-e, és egy hét múlva már havazás. Most még 10 fok. 12 fok tavasz, aztán jövő héttől kezdve hó, ónos eső, havazás, és ez szerintem utána végeláthatatlanul márciusig. No. Tehát, hát belesüllyedünk ebbe a 2 fok, 3 fok, 5 fok, bizony. Hó, ónos eső, havazás. Úgyhogy ez lesz. Mi hétfőn pattintjuk fel a téli gumit. Igen? Én is. És a kocsira? De ti nem, jó? De tényleg én dél. Neked? Mi még nem tudjuk pontosan, most érkezik pénteken a gumi. Aha. Felelőtlen magatartás. Micsoda? Felelőtlen magatartás. 15 fok van, nem koptatjuk. De ha reggel mész vele, ott már 3-4 fok van. 7 fok alatt a kötelező téli gumi, az mindenkinek előtt. Istenem, hogy ezt érted, hogy évekig azt hallgattuk, hogy nem kell a téli gumi, bocsánat, én tudok vezetni. De gyerekes, hogy így bent áll a kertben, mitől féljünk, hogy ránk dől? De hogy áll benne a kertben, ha mennek? Mikor menne? Hát csak melegbe megyünk. Hova mennek? Mi az, hogy csak melegbe mentek? 7 fok fölött megyünk, ha megyünk. Igen? Ha persze, most egy reggelenként nem visszük ki a járművet. Na jó, tegyétek föl, ez a lényeg. Szóval közlekedés hírek. 86-os úton Páli előtt Szombathely felé defektes kamion. Sanyi küldte nekünk. Püspökladánynál a 4-es úton fényvisszaverődős pulcsiban világítanak a ködben a biztos urak. Hatalmas a fény, írja Jocika. M5-ös bevezető beállt, mint a gerej. Nem tudja valaki, hogy mi történt. Köszi a... Valamint két őrült román autós világítás nélkül száguld a tejködben az M7-esen, ezt pedig Robi üzente nekünk. Az M5-ösön befelé valahol valami baleset történt, nem? Kamion? Talán? Ugye? Ott az Osannál írták ezt többen, de mindjárt megkeresem, hogy mi a helyzet. A soroksári kihajtóig visszadugult az M5-ös. Cumi Cecil együttes halkzenét játszik, írja Ede. De hogy mi is volt ennek az oka, megtaláltuk. Soroksárig áll. Igen, az M5-ös bevezetőn a Molkútnál van egy baleset, ott egy teherautó áll keresztbe, és emiatt nagy a torlódás. Ha a teherautót elviszik, akkor azonnal megindul majd a forgalom, de ez most még nem történt meg. És a jó hír az M0-ásról 2020-ra fog körbeérni. Most olvastad a cikket, te is? Aha, hogy lesz valami 8 km szakasz, ebből 5 km alagút, lesz új völgyhidunk. Még megérjük, Ferencem. Na. Az a durva, hogy elolvastam ezt a cikket, és ezen gondolkoztam, hogy megérjük-e. 2020-ba várják, 2020-ig. Ja, ne 2020-ig jut el a 10-es útig, tehát ugye a Megyeri hídtól elviszik a 10-es útig, Üröm, Pilisvörösvár, stb. 10-es út, és 2024-26-ba írják ki az építést, megcsinálják meg a közbeszerzést, hogy a 10-es úttól elérjen az M1-esig, alagutakkal meg mindennel. Ha. Tehát innen még egy jó 10-12 év, mire a nullás teljesen körbeér. Majd most volt egy nagy cikk, ja, én is igen, olvastam. Tényleg, 10-es útig. Igen, tehát a 10-es útig viszik csak, aha, alagutakkal, a Megyeri hídtól. Az se rossz.
csak te vághatod át a nemzeti színű szalagot, mint nagy fogyasztó. Az neked baj. Ott kellett. Az én a nullás ördöge vagyok, de nem, most se hívtak, amikor átadták ezt az M5-ös. Egyébként ez egy tapintatlanság. Én annyit lobbizom az M0-ás, még annyit beszélek róla, amikor átadták, talán az első között voltam, aki áthajtott, és... És az első kilométereket te mehetnéd. Átvágod, beül a kocsiba. Szevasztok! Júj, kezdjük már el. Mert Megyeri Hidat átadták, 4 vagy 5 órára, vagy első nap, azonnal ott voltam. Tehát valamit átadnak, azon át akarok menni. Átmenő fetisista lettem. Igen, mert az M0-ásnak nem kell egyébként a PR, tehát hogyha ha jól működik, meg rendben van, akkor nem kell neki a PR, mert úgyis használják az emberek. De tényleg annyit beszélsz róla. De azóta milyen jó? Azóta nincs dugulás az M0-áson. Hát azért ezt kell szeretni. Nem, mióta kétszer... Az erős nem annyi van. Hát de azóta, tehát teljes útzár az M0-áson, mióta átadták a 2x3 sávot, tulajdonképpen nem volt, mert szélesek a sávok, 3 sávban, leálló sávban, amilyennek lennie kell. Tehát azóta semmi nem volt. Egyszerűen nem értem egyébként, hogy ugye már évek óta nem reklámozol igazából semmit, hogy miért nem találnak meg az M0-ás arcának. Óriás plakátokat? Tényleg. Mint az olimpia mellett, akik kampányoltak, legyek én, aki a nullás mellett kampányol. Ott mosolyognál, türelem, mindjárt kész. Igen. De tényleg van bennem egy ilyen kényszeresség. Mosolyognál, és akkor mint egy ilyen választási szlogány, hogy M0-a. Értünk emberekért. Vagy valami ilyesmi. Igen, türelem, megkapják. Na, a férfiak körében is hódít a plasztika, a ráncfelvarrás, a botox kezelés, az orrplasztika és a zsírleszívás már az erősebb nem között is hódít. Az amerikai plasztikai sebészek társasága szerint a tavalyi évben átlagosan 8%-kal nőtt az ezt igénybe vevő férfiak száma, így a legkevesebb, legkisebb beavatkozásokat is figyelembe véve 2012-ben 1,4 millió ilyen műtétet végeztek el. És megkérdeztek egy amerikai plasztikai sebészt, hogy mit csinálnak, vagy mit csináltatnak a férfiak. Elmondta, hogy mellműtétet, olyanok, akik még nincsenek 30 évesek. De várjál, ott leszedett, vagy beépített műizmot. Beépített műizmot. Fülplasztikát, botox kezelés, zsírleszívást, mellműtét, szemhéjplasztika, és vegyi testradírozás. Ezt is csinálják, ez a divat, és ami elindul Amerikában, az előbb-utóbb ugye ide ér. Tehát Magyarországon is előbb-utóbb ez lesz az arány. Ez a mellműtét férfiaknál az annyira beteg dolog, hogy az hihetetlen. Nem érted, megerészkedik a mellett, megcsináltad. Hát, hogyha fogysz egy 40-50 kilót, akkor oké. Akkor igen. De az ott, mert ott a bőrt el kell távolítani, ugye a bőr nem tud annyira visszahúzódni, hogy az normális legyen. De hogy egyéb esetben, hogyha valaki mondjuk puhány, akkor el kell menni edzeni. Egy kicsi fekvenyomás, egy kicsi tárogatást. De mondjuk egy Palinak ciki a botox? Ugye most a Geszti volt címlapot, igaz, nem tudjuk, de valamit a Blik megállapított róla. Hát ő nem, ő megnyugodott. De most ne higgyük el, tehát ezt egy bulvár írta róla. Most nyilatkozott vagy nem, tehát ezt még ne kezeljük késztényként, hát azért sok mindent írnak, tudjuk, ami nem igaz. Ez most lehet, hogy éppen az, nem tudom. De mondjuk úgy döntesz, Feri, hogy te mondjuk 45 évesen megunod a ráncidet, elmész kicsit föltöltetni. Ez egy Palinak ciki? Szerintem nem. Nem? Nem ciki, én nem megyek. Most mondod jelen állapotodban. Igen, mondjuk lehet, hogy egy év múlva, amikor 45 leszek, másfél, a Janival karöltve fogunk befutni. Így megindultunk már lefelé a lejt. Igen, befutni valahova és kérjük a botoxot. Igen, tehát 40 évesen nem biztos, hogy zavar, de mi van, ha 45-50 évesen egyszer csak elkezdesz úgy élni, hogy zavar, frusztrált vagy tőle, jönnek a fiatalok, mindenki ki van simulva, és azt mondta, hogy egyszer megpróbálom, miért ne? Most még nem tudhatod. Ne húzom meg mögöttem a végeredményt, tudod? Tehát látom a... Na de azért a kettő az között van egy középút, tehát nem kell neked azért Slyként vagy Mickey Rourke-ként kinézni. Ez nem olyan, hogy rákapsz az ízére, már nem a botox ízére, hanem a kezelésre, magára. Ugyanúgy, mint a tetkóra is azt mondják, hogy elkezded varatni magad, akkor egyre többet akarsz. Mi mondjuk megálltunk a két barátságpöttnél, de hogy vannak olyanok, akiknél ez elkezd így generálni egy ilyen nagyon jó élményt. És akkor állandóan visszajársz botoxolni. Mi van a tévében, azt mondják, hogy Feri, jönnek a fiatalok. Balázs, szintén. Jöjjenek. Vagy felvarratod, mert nekünk egy olyan képernyős kell, aki mondjuk nem ráncos, 10 év múlva az lesz a divat, hogy mondjuk már ciki a ránc, tehát elérhetünk oda, hogy ciki vagy, ha ráncos vagy. Amerre megyünk, az ez az út tulajdonképpen. Tehát az öregedés, a ráncosodás, az kezd kiközösített és cikivé válni. És föl kell, hogy varasd magad, hogy tudd a tempót tartani a fiatalok. Vagy rátszolnak a Király TV-ből, hogy újra indítanák a Csepülapu gondyolát. De nyugdíjas verzióban is kellene. De nem tudod tartani a lépést mondjuk Gaskó Balázsa. Na, vele nem, ő ugyanúgy néz ki 30 éve. Neki csodálatos genetikája. A Gaskó az a magyar plasztikai sebészek nem tudom,
áttalány arca lehetne, nem? Tehát igen. A Gaskó 30 éve ugyanúgy néz ki. Őt a plastikai sebészek egyébként szerintem gyűlölik, mert olyan genetikával rendelkezik, hogyha egyszer belőle kezdenek el tenyészteni valamit, hát akkor biztos, hogy nem kell semmit tennünk ahhoz, hogy eljussunk a Marsra, vagy bármelyik csillag. Picit őszül, de egyébként nem öregszik a Gaskó. Tehát most beülne egy 4 éves gyerekekkel mesét mondani, ugyanúgy elhinném neki, mint 30 éve. Ő az M1 Jolly Jokere. Nem őszül, festeti a haját őszre. Vagy őszre festeti a haját. Genetikailag öregedjen egy kicsit, igen. Na, de mondjuk 10 év múlva. Szerintem nem elképzelhetetlen, nem, hogy bemenjünk. Hát higgyünk abban inkább, hogy ugyanaz lesz a divat, mint nyugaton, hogy azért a megbízható tévés arcok egy háttérműsorban, hírműsorban 60 pluszosok, tehát hogy ebben nincs semmi, ott nem ciki a ránc se. Ha mégis, tehát én nem vagyok ellene, én most azt érzem, hogy nem, de hogyha mondjuk 5 év múlva az van tényleg, hogy figyelj, nyomjunk be egy kicsit el, itt a ráncokat elsimítja, lehet, hogy megpróbálnám. Tehát nekem nincs bajom. Ez az izom beültetés meg a jó a mellfelvarrás, meg a fenéket nyilván az egy véglet. Tehát, ha feneket rakadsz be magadnak pasiként, hülye vagy. Tehát, hogy az teljesen mondjuk egyetlen. Mindig puhán ülsz. Simán. Észrevettem férfi műsorvezetőket, nem fogok neveket mondani. Miért nem? Mert nem akarom most őket megbántani. Barko? Jó, mert kettő. Egyet kérdezhettek, ha megvan, akkor elmondom. Na, de akkor mond. Jó, de mondd. Hogy ősz volt a múltkor, és most befestett, és most barna. Tehát festeti a haját férfi műsorvezetőként, de nem úgy, mint a mellírokat, vagy szőke tincseket. Mm-hmm. Ilyet én is csináltam mondjuk még 5 éve. TV2? Te elszálltál, te még kérdezhetsz egyet. Na, barna nem válaszoltál, volt. Tehát nem. Nem, hát ha elszálltál, akkor nem. Nem, ez az elszállás az, hogy értem. Nem, ennyi bele, az elszállás azt jelenti, amikor... Szóval, na. Hogy ősz volt, és tök ősz volt. És bekapcsoltam, aha, a tévét, kapcsolgattam, meg, Jézus Isten, mostanában festeti M1-es, a haját. M1-es mostanában, ugye? És rádiózott. Ne. Szóval igen. A Gundi! Nem tudom, hogy nem a Gundi. Nem a Gundi. Na mindegy, tehát az egy Palinak is haja. De hát egy kicsi van. Gundinak nincs haja. A Magyarország legsikeresebb celeb műsorvezetőjéről beszélsz. Nem azt mondta, hogy tehetségtelen, ő nagyon tehetséges. Csak azt mit nyalsz? Hát ne. Na, két oldalról betámadunk, hogy bajba kerültél? De most tényleg. Te szereted a Gundit. Kifejezetten. Nem a Gundiról beszélek, nincs haja. Nem a Gundiról beszélek. A Gundi mit festessen a haján? Hát te sem festetsz hajat. Hát a többét. Jó, miért? Ez olyan, mintha te elmennél egy mellíra, vagy nem tudom. De most komolyan, érted. Na mindegy, egy M1-es műsorvezető, igen. Az például ciki egy Palinak, ha elkezd őszülni, és mondjuk festet egyet? Ciki. Na, azt szerintem ciki. Miért? Hát most, ha valakit zavar az ősz. Mert nem természetes. Jó, mondjuk, hogy a hülyén őszül, tudod, ez a rányították a budi ajtót. És akkor tudod, itt lett benne egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen őszcsíny. Jó, nyilván ilyen csingacsgukkasan őszül, mint ezért tásunkon szapa, hogy egy foltba beőszül, az oké, hát az be lehet festeni. Egy nyúlfarok nő ki a fejéből. Egy pigment hiányos nyúlfarok van a fejében, azt mondjuk be kell festetni, igen. Csak azt akarom megkérdezni, hogy hol a határ? Tehát mi az, amit még egy férfi szerintetek mondjuk vállalhat, és mi az, ami sok? A hajfestéssel nekem annyi bajom van, hogy látszik, hogy nem az övé a szín. Érted? Tehát ha találnál valami jó színt, nem ciki? Ha találsz valami jó színt, Juli, ami nem üvölt le a képernyőről, hogy átfestetted, le vagy lakkozva barnára, akkor az... Na, hallgassam meg a csajokat, mondjad, Anna, mi nem. A ciki egy pali? De most csak palinál, jó. Tényleg. Tehát hajfestés nem ciki. Nem én ciki múltkor palinál. Voltam fodrásznál, a fodrász szalomba ott ült egy pasi, festette a haját, nem látszik, közlöm veled. Akkor oké, vannak olyan termékek, ha már, amit nem otthon kutyulsz, hanem professzionális szalonokba, nem látszik. Bejött, deres volt a haja, ilyen mindenféle őszcsik volt benne, gyönyörűen ment ki. Őt zavarja egy ilyen, mennyi lehetett? 44-45 körüli pali volt. Egy csomó nő mondja, hogy az ősz pasi, az viszont sokkal vonzóbb. Tehát, hogy a szexi, ha egy pali megőszül, ilyen kaporszakáló. Mondja, Gyuli? Szerintem most az ősz pasi és a kopaszodó pasi, ez nekem nagyon bejön. Hallod, Jani, duplán vagy szexi. Jani, vagyunk. Mit gondolsz, miért vagyunk ennyire jóban? Amit ciki, tehát, hogyha egy férfi elkezdi a szépítkezést, akkor ő neki duplán oda kell figyelnie, mint egy nőnek. Tehát, hogyha neki elkezd lelőni a haja, akkor az a hócikk kategória. Ja, tehát ő azt nem engedheti meg magának, hogyha elkezdi festeni, meg elkezd eljárni mindenféle kezelésekre, hogy ezt félúton abba hagyja, és akkor tegnap még jól nézett ki, de ma már nem néz ki jól, tehát, hogy ott még nagyobb van. Ha egy pasi fönt őszül, akkor a fan is beőszül? Szerinted? De jó kérdés. Nem tudom, nem őszülök. Lassabban őszülök. Lenőveztem egy kicsit, megnézem. Fogyasszőr, már hogy világosodik? Hát a melkason egy kettő. Deresedik lent a veterán? Igen, deresedik az öreg kaporszakálú ezredes. Beavazott. Az obskitos. A kis piszmárkot a gatyában, a kis vermák sisak deresedik, tényleg? Ha persze, hát mindenütt megjelenek. A szexi, nem, ha egy pali ősz.
Szexi, de hogyha szépen, tehát hogyha szépen őszül, tehát hogyha van mellette egy... Mi az, hogy szépen őszül? Hogy lehet ronda őszül? Nem is az, hogy szépen őszül, hanem hogyha van mellette egy sárm. Igen, aha. Igen. Tehát, hogy egyébként ott a kulcs, amit kimondott, ha van mellette sárm, hát akkor meg több mindegy, hogy ősz vagy nem. Tehát ha sármos egy pari, sármos, ha nem. Több mindegy, ősz vagy nem, szerintem. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy szerintem a férfi dönti el maga, hogy őt zavarja. Ez a Pali, aki ott volt a szalomba, valószínűleg zavarta, azért festette. Ott van például a Buzasanyi, őt nem zavarja. Ő 11 éves. Jó, de 30 éves. Jó, de ő őszenszületett. Jó, de igen, a Buza egy kicsit Jensen, vagy mi volt az a Button? Ki volt, aki idősen született? Hát, egy film volt. Benjamin Button. Igen. A Buza egy Benjamin Button. Ő fiatalon. Én nem láttam még a Buzát nem őszhajjal, csak őszhajjal láttam. Ő így született. Éves kora óta őszhaja. Így van. De ott van Sean Connery például. El tudod képzelni, hogy befesti a haját? Nem. Nem. De 4 évesen, őt valószínűleg vonat alá fektették, hirtelen megőszült 4 évesen, és azóta jött ki, tehát hogy ő ne festesse. Özőre kaporszakálú, jól lopuk ki. Egy férfi botoxol? Belefér szerintem. Bele? Ne legyen természetellenes, tehát a mimikája maradjon meg. Tehát hogyha, miért ne? Hát miért ne, hogyha őt ez zavarja? Hát csináltassa meg. Hát férfi kozmetikai szalonok vannak. De jó vicc volt, akkor miért nem nevetsz? De nevetek. De nem mozdul az arcod. Csak arra gondolok, hogy nagyon sok nő azt mondja például, hogy az a Pali szexi, aki tud méltósággal megöregedni. Tehát sokkal szexibb a ráncos Pali, mint egy ilyen szétvart, ilyen nevetni már nem tudó. De most nem a szétvartról, meg a nem nevetni nem tudó emberekről. Hanem, hogy csak finoman töltet. Aki látja, hogy öregszik, és egy kicsit tesz magáért valamit, hogy ez az öregedés, ez ne legyen olyan szembetűnő. Tehát, hogy le legyünk már álszentek az emberek, a fiatalos, jó megjelenésű embereket szeretik, és keresik. De miért? Ezt nem értem, hogy miért lett ciki az öregedés? Nem ciki, nem erő. De, tehát, hogy régen teljesen természetes dolog volt, hogy valaki megöregedett, szépen öregedett, meg ráncos lett, és tiszteltük a korát is a ráncaiban, megmutatta, hogy ő már mit élt meg. Ma pedig olyan, mint erről az egész folyamatról egyébként nem akarnánk tudomást venni, és mindenki menekül előle. Mindenki fiatalodni akar, mindenki szép, nem? Tehát, hogy ciki lettél, ha öreg vagy. Ez egy nagyon béna, vagy egy nagyon rossz üzenet. Ezek szerintem marketing fogások, és van, aki el tudja fogadni a korát, és méltósággal ott te mondod. Van, én nem tudom, hogy te veszed. Szerintem fogyasztói társadalom. Tehát, hogy nekik el kell adni termékeket, és el kell veled hitetni azt, hogy ciki. Ha te ennek nem dőlsz be, nem állsz be a sorba, és méltósággal el tudod fogadni, hogy te ilyen vagy, akkor oké. Egyébként nagyon-nagyon hosszú szerintem, te munkaerőpiactól elkezdenek, szerintem millió oka van, hogy miért akar valaki fiatalabbnak látszani. De miért? Hát nem az öregekben, vagy az idősebbekben van a tekintély? Hát a munkaerőpiacon nem. A munkaerőpiacon nem, pedig ezek szerintem nagyon-nagyon összetett kérdések, amiket mondasz. Aha. Tehát ez nem csak az, hogy sármos és hódítani akar, míg 60 évesen, és úgy akar kinézni, mint egy aki már botoxolnak, nem feltétlen van gondja a munkaerőpiacon, szerintem. Tehát ez inkább hiúsági kérdés, mint az, hogy ő most állást találjon, ezért elmegy 1 millió ránc felvarratni. Tehát a kettő azért ritkán találkozik, nem? Ami még szerintem megérthető, ez az a hajbeültetés. Tehát, hogy ott azért vannak kellemetlen frizurák kialakulóban. Tehát ismeritek azt, amikor középen teljesen kikopik, és átfésüli a másik oldalra. De azt én nem is értem. És az olyan, hogy, tehát, hogy akkor inkább le kéne tolatni, igen, az egészet, és akkor kopaszon. De nekinek nem azért van. Ha csajok őszülnek, ők mindenhol őszülnek? Én még nem őszülök. Nem őszülök én. Igen, otthon is. Nem tudom. nem erre gondoltam. Nem tudom. Ezt olyantól kellene megkérdezni, aki már bocsánat, de egyébként szerintem egy igényes Pali, aki mondjuk botoxol, vagy odafigyel magára, az a nőnek az igazán felhívhatna. Igen, az már jelentkezhetne az SMS számunkat. Tehát, hogy az a nőt is, a párját is magával kellene, hogy ráncsa. És én ezért nem tudok napirendre élni az fölött a nők fölött, akik azt mondják, hogy nyuszikám, nekem te így is jó vagy, pocakot eresztesz, meg sörszagú vagy kicsikét, meg őszülsz, vagy borostás vagy, vagy sehogy nem nézel ki, és egész nap mackónadrágban flangálsz, mert hogy az pont a langyos kaki kategória. De valljuk be, őszintén alig várod már, hogy a férjed urad elindulja lefelé lejjön, és magával ráncson téged is. De hát figyelj, de ha azt látom, hogy a férjem látványosan jobban néz ki nálam, és odafigyel magára, és eljár kozmetikushoz, és... Akkor úgy csaja van. Igen. De szép! Ne reménykedj, Juli! Nem neked akart tetszeni, ne reménykedj. Volt. Adj egy ötöst, Anna. Akkor is muszáj utána mennem. Tehát, hogy akkor szembe kell néznem azzal, hogy én meg semmit nem teszek azért, hogy én jól nézzek ki. Tehát az, aki hátba veregeti a férjét, és azt mondja, hogy tutyikám, nekem így vagy jó, ahogy vagy, az a pont, hogy elengedte a kezét. Jó, ez igaz. Én meg nem szeretném, hogyha Péter többet enne a fürdőszobában, mint én.
Tehát, hogy azért ez át tudál nagyon oda csúszni szerintem, hogy már a szemöldöködet megcsináltatod, föltölteted magad, meg minden, és akkor eljutsz egy bájgúnárig. De miért bájgúnár? Mert kiszedi a szemöldöket? Mert nem, egy szintig szerintem ez belefér, egy szinten túl szerintem ez nekem nem fér bele. Én nem szeretném, ha fordulna. Micsoda, Jani elkezdi szedni a szemöldökét, oda morzsaporszívó kell. Hát egy egészséges szintig, hogy zavarja, legyen, de az, amikor már mondjuk arról szól a napja, hogy ő önmagát csodálja, és hogy ő miért jó, nyilván az sok, persze. Én nem sokat, én nem járok kozmetikushoz, pedig szerintem egy pasinak egyébként nem ciki. Nekem van egy darab arckrémem, aztán kész. Lehet, hogy ennek 10 év meg lesz, hogy egyébként sok minden nem. Tehát kicsit ez a szerepem ebben a műsorban, hogy a hajvasalóval járok, de hogy egyébként nem. Tehát semmit nem csak. Hogy Jani többet kenni saját magát, mint én egyébként. Ez igaz. De tényleg, tehát de a Jani a készfejemet, meg a könyökömet. És a makkodat. Aztán természetesen. De nem, azt ugyanaz én szakára megúztam. De ugyanazzal a krémmel? Persze, nem, van ott egy ilyen 320 ml-es tégelyem, tele van vazelinnel, azt rátolom, és rátolom mindig estére, hogy reggelre puha legyen, amikor jövök, hogy megfeleljek az igényeket. Az a durva, hogy én 4 éve használok ránctanító krémet. 4 éve, ez tök komoly. És a heré még mindig olyan ráncos, mint a mazsol. De vasaló, tehát ajánlotta, tudod. Van már ez a herevasalás. Ez a herevasalás. Hát, jó, de... Miért George Clooney megcsináltatta, neked ciki? De nem tudom, én szeretem őt így. Hát, nem törődj vele, ne foglalkozz vele, hogy... Egyébként, hogy ő kivasaltatta a heré? Ez egy PR fogás volt. Mondjad, mivel ne törődjön? Hát ne törődj vele, hogy ráncos meg olyan, mint a mazsola. De milyen asszú jön belőle? Hallod? 6 puttonyos haver, 6 puttonyos. Micsoda? Késői születelésű az. Nem is, puttonyos. Asszú, nem is kell hozzá asszú szemet keverni. Na jó, felhívjuk Szikora Robit, aki... Aki szintén nektárcsepegtett Tokaj szőlőveszei. Ő felvállaltan? Felvállaltan csinált magával valamit, ugye? Igen. Nem úgy, mint a geszti, akit belezsarolták a cikkbe. Most ő tényleg botoxolt, vagy nem? Én nem tudom, megkérdezhetjük. Megkérdezzük a Szikorát, hogy látott-e valamit a gesztin. Csak valamelyik párbaj után tovább jutott a kuncsaftja, és akkor ettől kisimultak a vonások a homlokán. Fejvjük Szikora Robit, aki állítja, hogy ő már részt vett ilyen kezelésen. Megkérdezzük, hogy mit csinált pontosan, meg látott-e valamit geszti Péteren. Vele folytatjuk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy az Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága szerint a tavalyi évben átlagosan 8%-kal nőtt a plasztikai sebészetet igénybe vevő férfiak száma. Van, aki botoxol, van, aki mellettműtet, van, aki ráncot varrat fel, mellműtétet csinál, ahogy mondtam, szemhéjplasztikázik, zsírt szivat le, vagyis a férfiaknál már szinte hát ugyanolyan megszokott a plasztikai sebészet, mint a nőknél. És arról beszélgettünk, hogy jó, nem jó, mit szólnak ez a csajok, mit gondolnak erről a nők, meg hogy egy palinak ez kellemetlen, vagy nem. De ha végül zavarja, akkor csinálja. Tehát ha ő maga rosszul érzi magát attól, hogy ráncos, vagy a szemöldök, vagy a szemhéja lóg, és akkor az föl kell várni, akkor csináltassa meg. Na igen. Ennyi. Én a nőkkel kapcsolatban is ugyanezt mondom. Hogyha valaki, egy nő azt mondja, hogy a zavarja azt, hogy a szoptatás, 3 gyerek szoptatása után a melle megereszkedett, és van rá lehetősége, akkor meg kell csináltatni. Kész. Igen. Itt van velünk az az ember, aki... Hát, akit nem is tudunk mit mondani. Egy legendáról nem tudunk mit mondani. Nem. Ő az, aki. Ő és az, nem véletlenül az, aki. Így van. Hát ennél jobban én sem tudtam volna felkonferálni. Itt van velünk Szikora Robi. Hello, Robi, jó reggelt! Sziasztok! Hát, ó, de nagyot fújtattál. Futsz, vagy mit csinálsz? Igen, kutyát sétáltatok. Na, milyen kutyád van? Labrador. Ó, hát az helyes. Csak mozgásigényes, nem? Egy picit. Egy kicsikét, igen. De nekem is jót tesz az. Bár mostanság nem tudok annyit tenni szezni, tudod? Hogy régen egy 2-3-szor, mert most állna meló van. Úgyhogy ezt a reggelt, meg ezt az estét, ezt kikanyhalja tőlem a kutyám, én meg boldogan sétálok vele. Na, futunk. Te azon férfiak közé tartozol, akik büszkén vállalják, hogy néha egy-egy itt-ott egy picit lefaragnak azokból a bizonyos ráncokból. Ez így van? Ez igaz ez? Hát, hogy az vagyok, azt nem tudom, hogy ki van még, vagy ki hát nincs. Többen titkolják. Egyébként nem mindenki mondja. Lehet. Hát őszintén eszembe nem jutott volna egy hónappal ezelőtt még, vagy másfél hónappal ezelőtt, kb. Vagy így, amíg aztán a menedzserem fel nem hívott, hogy ezt megkereste egy ilyen szépészeti szalon, hogy van egy ilyen amerikai módszer, kimentek, megtanulták Hollywoodban, vagy akárhol minden művész használgatja, nem vagdosnak, nem csinálnak semmi. Tehát az a szó, hogy beavatkozás, az olyan riasztó tud lenni, nem? Úgyhogy ilyen nincs, hanem lefekszel egyszerűen, és egy óra alatt egy ilyen
valamilyen tárgyal, egy, ami kivezel magában valami ultra izét, ott viola sugarak, aztán nem tudom, és van az a kollagén állomány, amit ő fölfrissít, illetve aki, azok a sejtek, akik azt mondják, hogy eleget dolgoztam, most már nem tartogatom a vizet magamban, akkor ezt arra sejtként, hogy de mégiscsak csinálni. Úgyhogy nem fáj, semmi nem történt, egyszer, és megismételhetetlen, vagy szóval egyszer volt ilyen. De mondom, nem fájt, és semmi kés nem volt. Egy olyan szalon, ahol fiatal lányok ott álltak még mellettem, kértek, hogy kérsz vizet, kérek, nem kellett átöltöznem. Hát nézd, egy jó barter, ez mindig jó ilyen. Hát nem, Ergo koncertet adtuk, értem, vagy hogy? Igen, mi volt az alkú? Figyelj, és mit látsz a Geszti, Robi? Láttál valami változást így az elmúlt egy-két hétben? Azt mondták, hogy körülbelül 5 hónap, de már most is lehet látni valamit. Én is látok valóban. Tehát ez kicsit jövőre, de mondom, eszembe nem jutott volna, hogy én ezt is csinálják. Várjál, Robi, eltűntél, várjál. Itt van, bementem, a szobában megérkeztem. Szóval szerintem ez 3-4 hónap múlva látható lesz, ha sokkal jó. Mert ki most rajtad? Magadról beszélsz? Tetten érhető, igen. Ja, rajtad szerintem nem látsz. Egyszer kellett megcsinálni, egyszer kellett megcsinálni, és nem kell. Többet, a zsűriből esetleg valakin láttál még a beavatkozás egyértelmű jeleit? És itt nem a Gabira gondolom. Hát én azért így nem szoktam megnézni a srácokat. Meg mindegyik ugye annyival fiatalabb, úgyhogy ha rájuk nézek, akkor azt mondom, hogy így kell kinézni ilyen 50 közüli pasinak, mint a Jesszú vagy az Alföldi. Az Alföldi kicsit fiatalabb. Nem láttam rajtuk, de nem is lennék oda, ha csinálna valaki valamit magában, miért ne? Persze, nincs ez, amit te hány éves vagy, Robi, most? Én 59. december 16-án leszek, amit pont az X-faktor utolsó leszek, lépek be a 60-as táborába. Nagyon jó genetikád van. Igen. Nekem meg a... Tőled mindig olyan fura járnál. A szervám milyen, ugye? Hát de most nagyon, de tényleg elkezdesz így puncsolni, ezt valahogy tőled így egyszer nem tudom ezt megszokni tőled valahogy. Figyelj, te hajadat is festeted, Robi, egyébként? Nem. Nem, majd átjössz, mert ugye csak egy folyosó választ minket szombaton, ugye szombaton vagytok ti is. Igen, Usi, ott vagy. Na mindegy, és akkor átjössz, megmutatom, hogy a pajszomban van egy-két ősz hajszál, de ez is tényleg genetik, mert papámnak sem volt ősz hajszála. Nem tudom, de az sem lenne. Nagyon ott lenne. Fúj, nem tudom, mi van Jani, a Janival, akkor a nyaller vagy már. Mikor Robi szereti az Ergót egyébként, nekem elárulta a Jani. Mikor ennyire nyalsz, azt nem. Nagyon csinál, mit nyalt, nem hallottam. Azt mondta, hogy nagyon cuki vagy meg, hogy nagyon jól nézel ki ilyeneket. Igen. Igen, miért tényleg? Figyelj, hogy 2 hét múlva elmondhatom. Na. Megjelenik egy gyönyörű könyv. Abban van az új Ergo CD, 17 darab, azt hiszem, új dallal, azt be fogok olyat vinni nektek, meg a Vadó Janének is, ő nyar. Igen, összes Ergo szöveg benne lesz. Uh-huh. És az tudjátok, hány szöveg volt az Ergónak? Így aztán hány dal is volt? 250. Úristen, akkora vagy. Szeretnétek. Megint a Jani volt, mindjárt felakasztom magam. Viszont egy új számot is állítod, nagyon modern és rádióbarát meg minden. Hát csak érez annak majd. Hát abszolút, szerintem majd persze. Kétő. Mi játszanánk, tudod, ez nem rajtunk. Tudom, és nem is az én dolgom, hogy vigyem, akkor majd a menedzserem küldi. Küld a Hamzát, persze. majd ő behozza. Az én lejátszom, már biztos, hogy bele fog szorulni. De szülje. Jól van. Mi újság, Robi, hogy állsz X-szinten? Van még benne egy csapatod, ugye? Egy darab, kicsit fogyatkoztok, de egészen jól tartod magad. Most már ilyen csapatokban rekorder vagy? Az biztos. Ugye? Eddig nem húzta a csapat, senki. Hát a bármivé szerintem szenzációs. Tehát a papírforma azt mutatná, hogyha én kívül ezt nézem, akkor azt mondom, hogy meg kéne neki nyerni, de maximum a döntőig el kéne jutni, ahol aztán minden történhet egy döntőbe, de a tudás szerint
szerintem ott lenne a helyük, mert tehát külön-külön nézem, van a négyből azért egy hagyja meg ki egyet, ha most így nézem, közben beszélünk, egy Vavra Bence nevű srác, aki egyedül szerintem, hát mondhatom, mert minden szubjektív vélemény, minden vélemény szubjektív egy kicsit, tehát az jobban énekel, mint bárki. Hát hol vagy most? Beültél a szobádba, vagy mit csinálsz? Nem hallasz jól? Nem, csak hogy halkul szépen, érted, hogy bemegy a nap, ja, nem, lefeküdtél az ágyadra, mit csinálsz? Nem, közvetíts, hogy mi történik, hogy most a lakásod melyik szegletében van éppen. Értem az udvarra, beállok a kocsiba, és megyek tenniszezni gyorsan. Mm-hmm. Olyan sportos vagy. Mit játszol? Párosozol, vagy mit csinálsz? Edzővel? Nem, singles játszom. Most tényleg egy edzővel, mert csak elhívott, de nem szoktam edzővel játszani, mert kivesztek most én edzek valakivel, hát jobban játszom bárkinek. Aha, tehát mindig meglehet az edzőket. Nem játszunk egyet valamikor? Nincs kedve? Lehet, nem. Játszottunk. Tényleg? Mit tudom, 3-0 oda, 40 semmit te szervász, jó? Ja, de és ki fog győzni? Hát azt mondta, nem tudom, hát innen indulunk. Én mindenkit kihívok, aki teniszezik, de senki nem játszik. A Szújót állandóan hívom, de nem jön, mert állandóan forgat. Már egyszer egyébként a felvétel, amikor ott voltál, mi is megbeszéltük, hogy játszunk. Játszunk januárban, amikor már nincs meg. Én a gesztit is hozom. Nem ügyetlen. Egyébként nem ügyetlen a Péter, nem játszik sokat, de nem ügyetlen, egész jól játszik. Hát a 6-0-6 óra meg velem, de ettől függetlenül tényleg jól játszik. 6-0-6 óra alázod a gesztit, tényleg? Nem, szerintem biztos. Na jó, de hát ő nem teniszezik. Így van. Jó, egy páros valamikor tolhatunk. Balázs mindenkit kihív egyébként, csak a taroci számát nem találja. Na jó, Robi, nagy kalappal akkor neked meg a csapatodnak a műsorba. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Vigyázz magadra. Ciao. Szikora Robinak, köszönjük szépen. Hello, Robi. Sose tudom eldönteni, hogy vele mi van, de tök jól áll neki ez a sztori 30 éve. Nagyon. Nem? Nagyon. Kinn is vagyok, benn is vagyok, tudom is, nem is, olyan is vagyok, de nem is. Imádom a Robit, nem? Tehát ez tök tudatos, de jól hozza. Egy jelenség tényleg. Már a műsorba se értettem, hogy te mit nyalsz neki állandóan. Már bejött a műsorba, és ott is mindenkinek mindig beszólsz, neki meg csontig nyalsz állandóan. Én nagyon szeretlek is, meg nem is miatt. Vagy... Ő a magyar princ. Az igen, a magyar princ. A magyar princ Szikora Robi, persze. De nem, hát ti rockerek nem értelek, mert most én nyalereskednék, az oké, de te, mint a vértívó csirkétdaláról rocker, nyalsz a Szikorának, hát ezt végképp nem tudom hova tenni. Kell egy menekülés út, hogyha a testőreim kiközösítenek valamit. A rockerek itt... Csak a ballag a katona lehet. Mi? Ezt a nyalást egy igazi rocker hallotta, az többet neked nem köszön. Tényleg. Végül, most a kalapáccsal beszéltünk valami, és a kalapácsnak nyalnál ennyit, akkor oké, a Szikorának... Hát na jó, hát Józsi az egy teljesen más kategória. Tehát azért mondom. Józsi azért más, egy más szegmens. Na jó, hármas ugrás játszunk már is valakinek. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Haló! Haló, haló! Sziasztok! Hello, Zsolti! Hello. Zsolti, honnan is? Sziasztok! Minket? Jól gondoltad, jól tudod. De ide írta nekem az Anna, igen. Ja, hát úgy nem nehéz. Honnan hívsz minket, Zsolti? Eger. Egerből dolgozol már? Mit csinálsz? Nem, pislogok, mint hal a szatyorba. Kramokka mester vagy. Jó, Zsolti, egyébként mi a munkád? Hát most semmi, most ápénzem vagyok, mert balesetem volt, aztán még ebből lábadozok. Lábadozol, de minden oké, vagy gyógyulsz? Már most igen. Hát pontosabban már nem gyógyulok, mert még ilyen minimális szinten fog valamit javulni a dolog, de ennyi. Na jó, hát akkor egy ajándékcsomag az picit gyorsít ezen a folyamaton. Jó, Jani, milyenek a kérdések? Az első a kedvencem, hadd válaszoljak én. Ma első, utána nehezen. Nem véletlenül az. Igen. Na megnézzük, hogy megy. Jó, így szól az első kérdés dedikált rakbalkasztó. Milyen hangszer virtuóz művésze Horgas Eszter? Nagyon nehéz. Fúvola? Fúvola. Ami azért bizonyos esetekben nagyon megterhelő is lehet, de erről többet. Hát igen. És azért használja, nem tudom én, micsodát. Így van. Na, lépjünk is. Hát a fúvola nehéz fizikai munka, hogy hallottuk a halál. Nagyon haláltartát, azt überelni kell. A haláltizmokat nagyon átdolgozza. Így van. És a nyakizmok is időnként beállnak tőle. Igen. Mehetünk tovább? Persze. Dedikált Klassz FM-es Szatyorért így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű az Öreg Halász és a Tenger című kisregény főhőse? Fúha. Nem könnyű. Ez nem. Hát nem. Ez nem. Dehogy nem. Nem könnyű? Igen. Fú.
Hát az bő. Hát ez igen. Santiago. De Santiago-nak hívják azt az úriembert. Azt a spanyolt? Hát majdnem kubai. Kubai? Igen. Hemingway nagyon jó kapcsolatokat ápolt. A több kubai termékkel is. Hát ez nem volt. Hát, ezért kapott Nobel-díjat. Igen. Na jól van. Hát ez nem. Ez nincs kérdés. Hát nem jött össze. Nem. Zsolti, köszi a játékot. Én is köszönöm, hogy játszottam. További szép napot nektek. Ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. De szép kérdés. Egyébként az. 9 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. A fuvolázós lány nem gyógyult már meg? Kérdezi nem, valaki. Még nem csinálja nem, de gyógyuló félben van. Igen. Jó úton van, de még fáj neki a harántizma, vagy mi haránt? Mindig másra asszociálok, az a baj. A haránterpet. Nem nehéz. A fuvolázás kemény fizikai munka, és ezt így meghallom, és nem. Tehát így... Tehát velem van a baj, tudom. Romlott vagyok. M0-ás Megyeri híd felé a Dunakeszi Ossan lehajtó után mérnek a rendőrök, ezt Tünde küldte nekünk. Valamint Cegléd-Szolnok között a 4-es úton trafi a ceglédi körforgalom után Koyot üzente. M0-ás Budafelé az újpesti lehajtó előtt trafi. Igen, és a 37-es főúton a Sárga Borházzal szemben a rendőrök mindenkit kivesznek. Ezt Ilga küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jani, vagy be Gida akarsz lenni az én az a szikorának. De most miért mondjam? Nagyon jó érzékel választottak ki egyébként a Robi mindig a hidákat is. Ahhoz is volt szeme. Igen, igen. Cserkeszőlő belterületén kék kombiból mérnek, üzeni Imi. Perkátai lehajtónál egy kis vizsla kóborol Dunaújváros felé, ráadásul köd van. Ez az M6-oson történik, Yellow küldte nekünk. Valamint a Markó utcát lezárták, de sehol sincs kitáblázva. A környéken hatalmas a káosz, üzeni Williams kapitány. Köszönjük szépen. Na mi van neked ezzel a donorságoddal? Mentél, vagy most leszel donor, vagy hallottad, nem leszel? Hallottad a kis beszélgetésemet, mi? Amit tegnap lezajlott ott bent a szerkesztőségben. Eztán félfüllel. Nem, hát csak... Belefolytál, mi? Kicsit ezt is hallottam. Hát figyeljetek, srácok. Annyi futóprojektünk van, hogy gondoltam, egyet lezárok, hogy most mi leszel spermadonor, vagy nem leszel? Vannak fejlemények az ügyben. Na. Hát ugye a Multitán felvetettük ezt a dolgot, és az egyik intézetből hallották a beszélgetésünket, a fülükbe jutott, hogy én kötélnek állnék, és nem is nagyon kellene nyüstölni ebben a dologban, hogy elmenjek és donorrá válhassak. Mi azok? Ami az, hogy Feri, én adni akarok az emberiségnek valamit. Magadból egy kicsit. Magamból egy kicsit, így van. Amúgy is adnék egy kicsit magamból, sőt, akár többször is, de hogy különösebb cél is értelem nélkül. Illetve az értelme az megvan, és aha, a célja is, de hogy az annyira csak rólam szól, ugye? Jó, csak hogy előzzük meg ezt a dolgot azzal, hogy ugye beszéltünk múlt héten arról, hogy hányan választják ezt a lehetséges utat, volt egy kicsit komolyabb témánk, hogy zajlik, mint zajlik, mi alapján választasz. Ugye arról volt szó, hogy kiderült, hogy egy amerikai vagy egy kanadai sperma donornak 500 gyermeke született. Ezt megfilmesítették, ebből most készült egy amerikai vígjáték, egy igaz történet alapján kiderült, ez kérdés, hogy hogy tudtak ennyit belőle felhasználni, de hogy állítólagosan 500 utódot nemzett az a férfi, azt most megpróbálja. Hogy ez hogy derült ki, mert hogy itt egy anonim dologról van szó. De hogy megpróbálja ezt az ügyet felgöngyölíteni, az az amerikai vagy kanadai férfi, aki él, létezik, és az ő történetét megfilmesítették. És akkor arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján dől ez, vagy történik ez a dolog, hogy derül ki, mi van, ha egyszer csak 40 gyereked rányitja az ajtót, hogy hello apa, ugye a gyerekek elkezdik megkeresni egymást, az apa megnézi a filmet, de nem tudja, hogy ez a film róla szól, ha esetleg ő is láthatja, igen, ezt a filmet. Igen, és felmerült, hogy hármunk közül ki lenne az, aki ezt a dolgot vállalná. Te elmondtad, hogy nem, te nem szeretnéd. Feri mondta, ugye, hogy neki még otthon is van igény. Igen, van, így. Nem, én ezt egyáltalán nem szeretném. Hamarabb jelentkeztél. Igen, te pedig... Miért ne? Végre egy legális lehetőség. A ahol... tudomány, az emberiség oltárán feláldozni egy kis anyagot, szerintem ez egyáltalán nem egy kellemetlen dolog, sőt. A cél az 500 megdöntése? Tehát az amerikai rekord megdöntése? Hogy mondjuk 600 vadon utódott? Nem tudom, ez lesz az első. Ez lesz az első, és hogyha egy kicsit én érzek benne egy olyat, hogyha rákapok az ízére, akár még bármi lehet belőle. De várj, egy új Guinness rekord is. De most ők hívtak, hogy jöhetsz? Igen. Vagy te bejelentkeztek? Én nem jelentkeztem be. Én gondoltam, hogyha van fogadókészség, akkor majd biztos lesz egy telefon, és lőn. Tehát hallgatták az adást, azt mondták, hogy Jani, gyere.
Így van, jöjjek, és megkaptam a nevet, megkaptam azzal a paramétereket, hogy a Katinkát kell egyébként majd keresnem. Katinkát? Katinkával kell majd beszélni. De ő fogja levenni a mintát? Nem, ez egy férfinél, Feri, csak ritkán használják. Persze, hát igen, nem ő veszi le. És nem. Ha segíteni kell neki, a mintát azt én veszem le. Akkor mit csinálsz? Jánosnak? Jó, tudom, János ránéz egy otthon. János ránéz egy otthon magazinra, és izgalomba jön. Tehát, hogy Jánosnak semmiféle segítség nem kell. Érted, meglátom a konnektort a falon, már végén van. Kötés minták térre. A János a fejben szexel, és nem tudom, Jedi lovagja. Én még azért voltam katona, ott azért hozzászoktam ahhoz, hogy lehetetlen a szexuális körülmények között is bárkivel létesítse. Jó, de várjál, ne ragadjunk a belső őrszobába. Azért azt is megnézzük, hogy ez maga hogy zajlik, de az, hogy neked lehet, hogy utódait lesznek, ez egyáltalán nem zavar, ne, vagy nem fura? Nyilván nekem ezt otthon egyeztetnem kellett, és megkaptam rá az áment, úgyhogy... Már kivel, hogy virág testvéreid lesznek? Vagy ne, hát a virágot nem avattam be, nem akartam összezavarni ezzel a dologgal. Gyere, virág, gyere, nem tudsz. Csücs le ide. Tesó lesz tesó. Igen, hány? Egyszerre több száz. Igen, de azt sem tudok, ki lesz egyébként az anyu. És anyúval? Nem, vagy idegen nénivel. Nem. Már Móni mit szólt? Hogy mondasz el egy ilyetét, hogy Móni, megyek adni? Móni törzshallgatónk, tehát hogy igazából már amikor hazamentem, ő már ugye felkészült lélekben arra, hogy fel fogom vetni majd ezt a dolgot. Apácska, hallom, megint van egy alibit, hogy miért nyúlja magát. Hihetetlen. és aztán azt mondta, hogy részéről a fáklyás menet. Hogyha valakinek ezzel segítünk, már pedig egyébként segítünk. Mert hagyjuk ezt az álszenteskedést, téged az érdekel, hogy bemehetsz egy terembe, ahol végre szabadon, legálisan újságok és VHS kazetták közepette 10 percig vidáman felszabadultan, legális körülmények között mulathatod az időt. Én ez a valakinek segíteni. De ezt itt is megcsinálja a férfi végre. Így tudok segíteni. Már ezt az álszent, megyek, segítek, de hogy is legálisan tudsz végre örömet szerezni magadnak, kontrollált, ellenőrzött körülmények között. Ez egy szép dolog, ez egy nemes gesztus, érted? Mi van akkor, ha tényleg egyébként mondjuk azt mondják, hogy a fagyasztás után és a kiolvasztás után is életképes, és igen, János, nagyon remélem, önnek az elmúlt egy évben igénybe vették a lefagyasztott kis... Akkor büszke leszek. És vannak utódai. Örülni fogok, büszke leszek. Tényleg? Dehogy is. Ne. Hogy a vérvonalam még hosszú időn keresztül még aktív marad. Én ennek örülök. De van ennyire jó ez a vérvonal, hogy adni kell más? Van, hát nincs, de... Tehát, hogy tényleg rá kell erőltetned magad tudatosan más nőkre, akik mit sem sejtve kiválasztanak majd téged egy katalógusból, a szemed, a méreted, a szőrzeted és a én színed gondolom, alapján. Nézd, ez egy szép dolog, érted? Más férfiak csak értelem és cél nélkül, csak egy széles mosoly, meg némi veríték kedvéért, csak hogy értelem és cél nélkül csaphatják ki. Ért, én meg bemegyek oda, és segít. Álljunk meg azon a ponton. Még pénzt is kapunk érte. De kiválasztott téged? Tehát egy magas, dúszörzetű, aki egyenlőségre tör, és azt mondja, hogy kiválaszt egy kisebb kopaszt, és abból lesz egy közepesen magas, átlagos testszörzetű? Várjál, most nem értem a kérdést. A dúszörzetű alatt mit értesz? Nem, hogy egy nagyon magas, dúszörzetű nő választ egy diszkréten alacsony kopasz férfit, és a kettőből, ugye, mert ő megkapja a te paramétereidet. Igen. Tehát a kettőből lesz akkor egy átlagos magasságú, finoman karbantartott szőrzetű fiatalember. Uh-huh. Tehát milyen nőnek jöhetsz te be? Szerintem egy csomónak. Tehát ki az, aki választ? De figyelj, attól nem félsz, hogy úgy fognak ezután majd bemenni ide, ahol te leadod az anyagot, hogy a Vadon Jánosét kérem? Hát, vagy csak azt ne. Ne, azt nem kérheti, azt így nem tudja. De dátumra mondhatja, mert azt, hát ugye nyilván, hogyha ez a dolog ez így ilyen sikeres dátum lesz, akkor én elmondom, hogy mikor voltam, és akkor beazonosítják is a dátum, és nem nevet fognak mondani, hogy a december 2-én közül nem kérek, köszönöm. Nem így van. De mi van akkor, most itt nagyon arcoskodsz, bemész majd, és kiderül, hogy nem, hogy nem tudom, 1 millió nem életképes, hanem 3 darabnak ott úgy mozgolódik, de egyébként semmi, ugye, mert itt meg vagy a milliliterben hány milliónak kell lennie. Uh-huh. Vannak különböző ilyen kvótaszámok. És akkor neked produkálnod kell, mondjuk, mit tudom én, 40 millió per milliliter, az, ami alkalmas. Most azért ezt ugye lefagyasztják, kiolvasztják, tehát ott azért Han Solo is azért azt megsillette. Számomra a sterilitás is örömhír. Egy másféle szempontból. Ugye, mert itt nem arról van szó, hogy te bemész, adsz, és az működik. Nekem minden hír örömhír lesz, Balázs, hidd el. De ha kiderül, hogy steril vagy, az miért lenne már örömhír? Hát most mondta el, hogy egy másféle szempont miatt az nem rossz. Igaz. Na várjál, hát akkor most döntsd, hogy akkor most
annak örülsz, ha steril vagy, vagy közben adni akarsz. Örülök mindennek, én mindennek. Ő mindennek. Jó. Én kis ember vagyok, én örülök én mindennek. Megkérdezted, hogy ez hogy zajlik? Bemész és? Persze. Hát bemegyek, kapok ugye. Először ugye vesznek tőlem egy mintát. 4-5 napig meg kell tartóztatni magamat. Az hogy? Azt gondolom, hogy nem tudom, ez számomra is mi kérdés. Ja, amikor már látod, hogy az asztalt vakarja itt reggelente, hátra kötött kézzel, akkor baj van. Az asztalt vakarom. Igen, kapom. De már feltűnt itt korábban? Igen, hogyha megtartóztatod magad. Nézd már megint kívános. Három napig nem volt ideje magára. Nézd már megint ezt a korság. Igen, hát nálad a három nap azért az másnál olyan, mint 3 év. Hát tehát, hogy... egészséges férfi vagyok. Persze, nyilván hát ez náluk teljesen megszokott, meg ez nem erről szól. Leveszik, és utána pedig értesítenek. Értesítenek, és akkor utána történik majd az állományba vétel? Így van. Uh-huh. Utána állományba vesznek, akkor... Ez izgalmas. Uh-huh. Jó hangzik. Nem, egyébként kíváncsi vagyok, hogy egy sportoló vegetáriánus az egészségére. Divat vega? Nagyon tudjuk, figyelő, hogy... nem, hát nem vagy az. Csak vicceltem, de nem vagy az. Tehát egy sportoló vegetáriánus az egészségére, nagyon figyelő ember egyébként mire képes? Milyen környezeti hatások érnek téged? Mennyi nehéz fém? Mik azok, amik lassítják? Hát egy csomó minden bekerül azért a te szervezetedbe, és amire nem gondol az ember. Én picit bízom benne, hogy referencia anyag leszek. Hogy mi kint lesz az a hónap dolgozója? Vagy a hónap adója, Vadó János? Kint leszek a viszonyítási alap. Az én mozgékonyságomhoz, az én sejtszámomhoz fognak mindent viszonyítani. Lehet, hogy egyébként érted. Még azt is el tudom képzelni, hogy mértékenység lesz a nevemből. Ennek. Egy vadon? Ja, Egy ember, akinek sikerült a 300 millió per milliliter. Ilyen még soha nem volt. Igen, és megkérdezik meg Katinkát, hogy a legfrissebb mint. Sajnos csak 0,86 vadon. Most képzeld el, hogy valaki egy meddő pasival él együtt. Igen. Mert az is érdekes. Tehát, hogy nem csak olyan nők veszik ezt igénybe, akiknek mondjuk nincs párjuk, hanem olyan, akinek mondjuk nem életképesek a hímival sejtjé. Igénybe veszi magyar. Igen. És 15 év múlva elkezdi felfedezni a te vonásaidat, mert mondjuk te még akkor médiázol, és átörökli a génjeidet az a gyerek keveredve. Vagy csak nézi a gyereket, néz téged egy műsorban, megint néz téged egy műsorban. A gyerek hello, minden... Hello. Ájjá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 j
utcán. Matematikai törvényszerűség, hogy erre kicsi az esély, de elvileg te egy 50-es villamoson utazhatsz 15 év múlva a saját gyerekeddel, aki úgy áll majd az apja mellett, egymás mellett is kapaszkodhatunk. Hogy nem tudja, hogy ő az apja. Ez megdöbbentő. Lehet, azért, nem? De nem, milyen érdekes, hogy azért ez megtörténhet. Kicsi rá az esély. Hát igen. Ez sem baj, vagy ez sem zavar? Ja, nem. Én ettől megijednék. Nem. Figyelj, ha örömet okozok neki ezzel, és egy nagyon nagy gondot leveszek a válláról, akkor szerintem ez jó tud lenni. Egyébként simán előfordulhat, hogy például mondjuk leszbikus párokhoz kerül ki. Az is jó. Van olyan? Persze. Igen? Hát ők is vállalhatnak. Nem? Már micsoda? Gyermeket. Leszbikus pár, kérhet. Simán. Azt nem tudom, hogy most mi. Apa nélkül is, persze. Na, mocskos anyagiakra térjünk rá. Mennyit kapsz egy jó mintáért? Hát figyelj, a pénzről még nem beszéltünk, pedig nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mégis meg lesz-e belőle a gyerek karácsonyi ajándéka. Azt meg. Ne, hát ez valami jótékony célra felajánlom majd. Nem tudom, hogy... Igen. De hogy ezért neked jár? Igen. Tehát elvileg ebből meg lehetne élni? Nem, mert hogy nem lehet akárhányszor elmenni, szerintem évente talán kétszer lehet. Aha. Hát akkor azért abból még megélni nem tudsz. Kis kereset kiegészíti. De egy pici persze, hát megvan belőle egy mászó bérlet. Megvan belőle egy fél kiló magnézium porjú, jó ide jó. Én ezt nem csinálom. Ha kiderül, hogy steril, akkor elkezdesz gondolkodni a virágon? Hogy? Hát nem azért, az az elmúlt 10 évben is lelassul. Nem, mert annyira cinikus az a gyerek, hogy csak élhetek a napján. Egyébként igaz. Na, hallgatott minket közben, ahogy látom Annától, az intézet, vagy annak az intézetnek az igazgatója, akik már előre egy oklevelet küldtek neked a hónap dolgozójaként, a hónap adójaként. Balogh István, a Kirú intézet igazgatója. Hello, jó reggelt, István! Jó reggelt, szervusztok! Hello, hallgattad itt az eszmefuttatásunkat, gondolom? Hallgattam, és hogyha jól értelmezem, itt arról szól a történet, hogy Jani altruista szándékból szeretne másoknak felajánlani, tehát nem önmaga részére akarja félretenni. Akkor rögtön tisztázni kell egy dolgot az elején, mielőtt nagyon beleéli magát ebbe az egészbe. Ez 18 és 35 év között lehetséges ma Magyarországon. Amennyi... De
De jó, hogy 20 perc arról beszélünk, hogy hány kicsi János fog itt majd rohangálni. De miért? Hát egészséges és nagyon mozog, és lead mondjuk egy 60 millió per millilitert, és kirobbanó formában vannak, akkor se lehet? Hát ez a törvény, tehát 18 és 35 év közötti állampolgár lehet. Diszkriminatív intézkedéshez, hát egyszerűen nem hiszem el. Amennyiben nem ebbe a kategóriába esik, úgy csak és kizárólag önmaga részére őrizheti meg, ami persze nem egy rendes történet. De miért? Egyébként egy 43 éves egészséges pali jobb állapotban tud lenni, mint egy 32 éves, aki szétbombázza magát mindenféle méreggel, nem? Ez pontosan így van, nekünk is, nekünk pontosan ez a véleményünk, de nem mi alkotjuk a törvényeket. Uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy a mai mondjuk így 18 és 30 közötti korosztály, azok, akikből egyébként a merítés történik, tehát akikből donor lesz, azokból 10-ből jó esetben egy felel meg, nagyon jó esetben, de inkább 15-ből egy. Uh-huh. A nem túl magas követelményeknek. És ezelőtt 15 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt, amióta kvázi fungálunk, ez drámaian leromlott, mert 10 évvel ezelőtt még a 10-ből 2-3, akár 4 megfelelő is volt. Hát ez a táplálkozás, a mozgás hiány, a stressz, a rossz életmód, persze. Tehát egy 18 éves gyerek az még nem foglalkozik úgy a testével, hát egy 40 éves sokkal jobb karban van sokszor, hát amikor már rájössz arra, hogy mulandó régi vagy. Generáció vagyok, tehát hogy azért... Most komolyan mondom, hát a mostani, ha már bocsánat, de mostani 20 évesek, 30 évesek nyomorult és csermelyhez képest az én bővízi buzgárom. az ő kis cselepatakjukhoz képest, ha te nem tudom mi, érted? Te vízhozamod egy Amazonas. Hát az többenet. És akkor nem is mehet csak öncélúan már, mint hogy magának? Tehát ha aki már ebben a kategóriában kiesik, vagy alul, vagy fölül, az úgy eljöhet természetesen, eljött azért, mert leellenőriz ezt az úgynevezett buzgárt, amit a Jani az előbb finoman jelzett. Ezt meg lehet tenni, de csak saját magának teheti félre. Kik azok, akik inkább igénybe veszik? Egyedülálló nők, vagy olyan nők, akik mondjuk meddő férfiakkal élnek együtt? Hát ez 2006 előtt le volt szabályozva elég szigorúan, akkor csak is kizárólag párok jöhettek, nem lehetett egyedülálló nő, nem jöhetett egyedülálló nő. 2006-ban változott a magyar törvénykezés, 2006 óta egyedülálló nő is igénybe veheti, de itt is azért vannak szabályok, tehát bizonyos orvosi kritériumoknak meg kell felelni, 35 évnél idősebbnek kell lenni, nőgyógyászati leletet kell hozni, stb. Tehát ilyenek. Tehát igazolni kell, hogy tulajdonképpen nem sikerült természetes így úton van, így van. A fogantatás, vagy a teherbeesés. Pontosan. És olyanok is jöhetnek, akik meddő férfiakkal élnek együtt nyilván? Hát ez értelemszerűen úgy történik, hogy alapvetően akiknél nincsen gyermek egy-két éves intenzív próbálkozás után, azok elmennek megfelelő szakorvoshoz, elmennek intézetekben mesterséges megtermékenyítéssel foglalkoznak, ahol kiderül, hogy a férfi oldalon van valamiféle probléma. Ebben az esetben három opció van. Az egyik lemondanak a gyermekáldás, ezt látom, nem szokták tenni. A másik opció, hogy örökbe fogadnak. A harmadik opció, hogy donort vesznek igénybe. Ez egy nagyon-nagyon súlyos döntés egyéb iránt. Na most, ha például valaki igénybe veszi, születik egy gyermeke, akkor az találkozhat úgy a saját testvérével, hogy nem tudja, hogy közös az apa, és összejöhet vele, nem? Hát ez nem kell donorbankba jönni, ez egyébként is megtörténhet az olyan esetekben, amikor a férfi kitekint a házasságból, de ez azért le van szabályozó donorbankokban elég szigorúan. Magyarországon 4 befejezett terhességig lehet egy donor mintát használni, tehát a 10 milliós lakossághoz viszonyítva ez 4 a 10 millióhoz a valószínűség, hogy bárki találkozik a testvérével. Tehát egy mintát 4 adással lehet felhasználni? Nem. 4 befejezett terhességig. Ez óriási különbség, és sokan félreértik. Mert nem minden mondjuk így mintaadásból születik gyermek, a mesterséges megtermékenyítés az sajnos sosem 100%-os valószínűséggel történik, valahol olyan 20-30% között a valószínűség, hogy egy mintából aztán majd valamikor sikeres terhesség lesz, és még az sem jelenti azt, hogy meg is születik a gyermek, hiszen onnan a 9 hónapig végig kell küzdenie magát egy meglehetősen rögös és hosszú úton. Tehát matematikailag kicsi az esély, hogy két olyan ember találkozzon, és mondjuk éljen együtt, akik egy azon apától vannak. Kvázi nulla az esélye, de természetesen nem nulla, matematikailag ki lehet ezt számolni. Tehát de matematikailag van valamennyi. Na, egy kicsit beszéljünk azért arról, hogy a János mégiscsak ráveszi magát, hogy akkor saját ön céljaira eltenné az anyagot, akkor mi vár rá? Bemegy hozzátok, és mi történik vele? Vele semmi rossz nem fog történni. Hát, ezt ő is tudja. Előtte egy-két napig, általában azt kérjük, hogy 3-4 napig tartózkodjon a női nemtől,
Nekem a Katinka 4-5-öt mondott. Ezt a János szerződésében mindenképpen húzzátok alá alkoholos filcet, és tegyetek oda felkiáltó jelet, jó? Tehát ismerve azért az ő öntörvényiségét, és hát nem tudom, potenciáját, azért nála ez másnak ez években mérhető, ami Jánosnak 4 nap. Tehát ez egy fontos kritérium. Meg fogjuk tenni, de ennek egyébként biológiai okai vannak, mert kevesen tudják, de a férfiak életében is van egyfajta ciklikusság, tehát a spermiumok azok nem úgy termelődnek, hogy állandóan, hanem egy 72 napos ciklus szerint, ami aztán még utána egy olyan 2 hetes érlelődés következik. Tehát gyakorlatilag, ha ezt kiszámoljuk, akkor nagyjából 4-5 naponta van csúcson mind mennyiségleg, mind minőségleg a hímivarsejtek száma. Tehát ezért van erre szükség. Természetesen lehet úgy is, hogy ezt valaki nem tartja be, csak akkor tisztában kell lenni azzal, hogy mind mennyiségleg, mind minőségleg nem feltétlenül a top anyagot tudjuk elrakni. Uh-huh. Tegyük föl, hogy Janinak ez sikerül, és akkor eljön hozzánk. Ebben az esetben az első lépés az, hogy ezt a bizonyos buzgát mi megmérjük, és akkor szembesítjük azzal, hogy mi a helyzet, mi van, és szembesítjük azzal, hogy ezzel lehet-e x év múlva megtermékenyítést végezni. Ha igen, akkor milyen típusú megtermékenyítést lehet végezni, és abból milyen valószínűséggel született neki gyermeke. Tehát mindenféle minőség és mennyiségi paramétert megállapítunk, körülbelül egy órán belül a kezében van az összes adat. Utána el tudja dönteni, hogy ezt az anyagot, ezt kívánja saját maga részére eltároltatni, akárhány évig, avagy nem. Hát, az a baj, hogy így már, hogy igazából nem segíthetek, hogy csak magamról szólna ez az egész történet, így már nincs is annyira kedvem bemenni, pedig azért tényleg bemennék hozzátok, csak azért, hogy tudjátok, hogy kik azok a 70-esek. De most már mennyiben arcoskodjál, most már kíváncsi, hogy 10 millió per milliliter, 30 millió per milliliter, tehát mit tudsz, mire vagy képes, most már mennyibe? Hogy csak a szád jár, vagy van valóság is. Meg egyébként csak az adásról szólt, hanem arról a 10 percről, amit te tényleg a szobában töltesz, tehát hagyjuk ezt a nemes célt. Ahhoz nekem nem kell olyan messzire utazni. Ez mit jelent, hogy saját cél egyébként? Tehát, hogyha a János 80 évesen még úgy dönt, akkor ő ezt kihasználhatja, vagy beküldhet valakit, akiről azt gondolja, hogy én most neki szeretnék adni? Nem, csak is kizárólag önmaga. Tehát csak is kizárólag a saját célra letevő dönthet a mintájának a felhasználására. De azt mondom, hogy a János mondjuk beküld egy 20 év múlva, beküld egy 25 éves nőt, és azt mondja, hogy kicsim, van neked egy ajándékom, menj be, használd, akkor ez a János mintája, akkor ő dönthet arról, hogy ki használja? Jánosnak kell döntenie, aha, és hát neki személyesen meg kell itt nálunk jelennie azzal kapcsolatban, hogy ezt a mintát ő a x éves hölgynek kívánja felajánlani. De bárkinek felajánlhatja, tehát nem kell egy házassági szerződést bemutatni, vagy élettársi viszonyt felmutatni, tehát ő azt mondhatja, hogy nem sikerült, gyere, nekem van, én tettem le, gyere be és használd az enyémet, ezt így lehet? Igen, de neki ezt személyesen kell bemutatnia, vagy hitelt érdemel igazolnia kell. Holnapot megismerne! Itt van ez a tündérvirágszál. Istenem a legenda! Hagyjanak már neki kicsit a nektarin cseppekből. Tehát akkor neked van remény, mert akkor te még így tudsz segíteni, hogyha te később valaki odajözzád az utcá, hogy János, segíts, és azt akarom, hogy te legyél, akkor te kéz a kézben őt beviheted a krióba, és adhatsz neki. Létre kell hoznom egy segélyvonalat. Ja, olyan külföldi van, aki kifejezetten magyar szülőtől kér mintát? Vagy magyar embert akar? Hát ez vegyes, általában nem jellemző, nem az a jellemző, hogy magyart akarnak, ha nem magyart akarnak, hanem hogyha donor mintákról beszélünk, itt az a jellemző, hogy amennyiben valaki házastársi kapcsolatban, akkor olyat szeretne, mint a párja. Aha. Abban az esetben pedig, hogyha nem ilyen házastársi kapcsolatban bármilyen okból kifölött, tehát mondjuk egyedülálló hölgy, akkor egy valamilyen idealizált változatot szeretne, de ezt nagyjából el szokták tudni mondani, hogy ő egy 190 magas, szőke, kék szemű, mondjuk egy Dolph Lundgrenre hajazó mintát szeretne. Uh-huh. És akkor te kikeresitek a profil alapján, hogy van-e ilyen. Uh-huh. Ez így van, pontosan így. Hát ebbe én is beleférek. A Dolph Lundgrenbe? Hát persze, nagyon. Bőven, kétszer. A kékszem ja, is, a szőke is. Na most még egy fontos kérdés, bár ez Janit már nem érinti, hogy mennyi pénzt vettünk ki így Jani zsebéből. Tehát ha valaki minta adóvá válhat, akkor ő mennyi pénzt kap ezért? Picit hadd menjek vissza. Azért a mintaadóvá válás az nem egy egyszerű folyamat, tehát természetesen van egy vizsgálat, ami a ivarsejt számot van hivatva felderíteni, van orvosi vizsgálat, van pszichológiai vizsgálat, van genetikai vizsgálat, tehát egy nagyon, aha, mondjuk így sokrétű kivizsgálás után válhat valaki donorrá, és akkor még van egy olyan nagyon fontos lépés, hogy a mintát karanténban kell tartani 6 hónapig, és meg kell ismételni a HIV, tehát az AIDS vírus vizsgálatot, és csak aztán lehet kibocsájtani.
És ha ez mind-mind sikeres, akkor az illetőről azt mondhatjuk, hogy egy kvázi katalógusba vett donor, és a sikeres mintaadásonként a mintézetén költségtérítésként 15 ezer forintot ad. Aha. Jó, de ez nem négy darab mintaadást jelent, hanem hangsúlyozom, ez lehet 8, lehet 10. Aha. Uh-huh. Na jó van, most már ennek a végére járunk. Tehát szerintem most már bemegy mindenféleképpen. István, nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy jelentkeztél. Köszönjük szépen, dr. Balogh Istvánnal, a Krio Intézet igazgatójával beszélgettünk. Hát most már ne add föl, menj végig az úton, nézd, most már tényleg csak kíváncsiságból. Összedobjuk neked a 15-öt, ha azt hiányzik. Nem, egy kép a fizikumodról. Tehát, hogy most milyen állapotban vagy, ha más nem, ezért megéri. Ha most már... Meg az egyébként jó, amit itt beszéltünk, hogy leadod most a mintát, és ha bárki bajban van, oda jön hozzád, és azt mondja, hogy János, menjünk. De nem? És akkor tudsz, megvan a segítség. Valaki azt, hogy legyen egy Klassz FM-es nyereményjáték a kis Janikáért. Na, hát ez nagyon jó. Hát a tavaszi rócsonkat felhúzhatnánk erre egyébként, nem? És elkeseredtél, hogy mi van? Hát igen, mert nem így képzelte. Azt hittem, hogy tényleg, hogy lesz egy ilyen olvasat a dolognak. De most mit keménykedsz itt a B oldalon? Hát előbb kell ébredni. Hát most nektek már a keményen a B oldalt karcoljátok. Hát ha ilyet akarsz, na jó, de a 8 évek korábban kellett volna ébredni. Érted? Késői megvilágosodás. Na mindegy. Végül is 14, pont ennyi egy bérlet a Spider. Meg is vagy. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 5 perc van, pontosan 10 óra. Csabi, hello. Bevallom, őszülök, szevasztok. És nem festetem. Hát, igen. Most már ne tagadjam le, mi? Hát nem. De ugye hát de rólam beszéltetek egész reggel a szépen őszülő férfiakról. Aha. Úgy érzem? Persze. Nem, van az, aki finoman, meg van, aki hirtelen, neked egyébként nem, igen, nem is nagyon lehetne festeni. Vagy hát lehetne, de... De ugyanez a vélemény, hogy Feri mondott, annyira feltűnő, és annyira látszik, és én azt cikkének is van, érzem. Így van, meg érted, hát most ez illik a korodhoz, már nem vagy Levente korú. Már én sem mehetnék a bankba. Veled. Kilőttétek magatokat. Meddig 30? 5. 5-ig. 35? 35. De is? Hát egy évvel lecsúsztam, igen. Jó, te letagadhatod. 36-6 éves, hogy már engem sem engednek be. Na, hívjuk a naphallgatóját. Száguldasz? Futsz, rohansz? Na, azt mondja, hogy könyvet adunk neki. Filmre mehet. Te jó Isten! És még egy olyan helyre is elküldjük, hogy ezt nem is fogja elhinni. Nem? De milyen jó hely. Morning, jó. Az bizony! Hello, nem írt el. Hello, szia. Igen, Ádám vagyok. Hello, Ádám. Ádám, ugye itt az utolsó egy órában a Krio Intézettel beszéltünk meg a spermabankról, hogy János menne. Kicsit most hitelhagyott lett, hogy igen. Perifériára szorult a kora miatt. De azért valószínűleg elmegy. Azt írtad nekünk, szerintem ez egy nagy átverés, mármint a spermabank. Betettem pár évre 30 milliót, és 1% kamatot se adnak rá. Szellemes volt. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon örülök. Mono, majd sztereó tapsal. Kísértük ezt a dolgot. Na figyelj, kapsz könyvet, Éhezők viadala trilógia, elmehetsz moziba szintén megnézni ennek a trilógiának a második részét. És mit csinálsz péntek este? Nem tudom, mit csinálsz? Nem is, szombat este. Hát 23-a van, ideér van nekem a szombat. A szombat, igen. Van párod? Nincs jelenleg. Barátod? Van, igen. Van. Szeretnénk eljuttatni téged egy amerikai étterembe, ahol november 23-án Mazsi koncert lesz. Ő nem Mazsi, hanem Mázs, nem? Mázs, igen. Mészáros Árpád Zsolt. Ő Mázs. Igen, Mázs koncert lesz. És oda szeretnénk téged meghívni, valamint brutális vacsorára is vendégül látni. Amerikai hamburgerek, hotdogok, steakek, shakek, amerikai zene, és mindenféle. Jó, többek között Johnny Burger, ami vegetáriánusoknak szól. Oh, Johnny Vadon Vega Burger, pontosan. Na hát azt nem fogok enni, az biztos. Nem, baj, nem is érdekes. Bár támogatnám vele, így van, 100 forinttal támogat mindenki egy nagyon szép ügyet, egy nagyon szép nemes célt, most aki elfogyaszti ezt a... Mi van most benne? Már speciális saját termék van benne. Ennyi. Nagyon fincs. De ehetsz bármit egyébként, amit akarsz. Örülsz egy picit? Persze, persze. Ahogy a magyar emberek örülnek, gyerekek, úgy ezen a világon senki nem örül, nem?
ezt a kitörő lelkesedést, ezt az örömet, ezt a hihetetlen életszeretetet, ezt mindig jó hallani. Tényleg elküldünk egy nagyon jó helyre, nagyon jó kajákkal, nagyon jó buliba, és nem. Itt vagy? Itt vagyok. Itt most is örül. Csak én érzem. Nagyon örülsz? Hú, nagyon. De egytől tízes skálán mennyire? Ez tízes. Ah, milyen lehet a négyes? Mi? Nem, én az egyesre lennék kíváncsi. Azt a mindenit. Hogy az mi? Na jól van. Hát az SMS az szellemes volt. Köszönjük, hogy írtál, és érezd magad nagyon jól, bulizál, tapsoljál, egyéligyál, táncoljál. Jó? Jó, köszönöm. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Majd szóljunk a helynek, hogy nagyon veszélyes emberek mennek hétvégén, akik nagyon nagy bulizók. Te össze fogja törni a berendezést, tényleg. Miért nem tudnak a magyar emberek örülni egy picit? Szellemes, amit ír, hát azt gondolnád, hogy úgy mozi, könyv, kaja, ételita, hát azért ez egy több tízezres csomag így egyben. Hát igen, számomra egy picit értelmezhetett. Fura. Na mindegy. Na, csak mondom, hogy van hajbeültetésed is, Jani, azt is ki akarják. De aranyosak, nagyon szépen köszönöm. Én arra nem vágyom. Én tökéletesen meg vagyok elégedve a frizurámmal, ha ezt annak lehet nevezni. Annak. Egyáltalán nem érdekel a hajam. Hát nincs is. Nincs is. Hát, minek aggódnál egy olyan miatt, ami nincs, Jani? Tehát abszolút. Remek zenéid lesznek, Csabi? A Saturdays nevű angol női zenekart hozom, akik... Hát de lánycsapat, na, ezt akarod megfogalmazni, csak másképp mondtam. Miért adták maguknak a szerda neve? És már négy lemezük van, a negyedikről, a Living for the Weekendről hozok most egy újat, ugye erről már egy dalt megismerhettünk, amit a Sean Paul-dal közösen énekeltek, ez a Wadabada, az most pedig van egy újabb, a Disco Love. De jó lesz. Hát azért ez sokat elmond. Valószínűleg valami súlyos metal lesz, nem? Igen. Gyerekek, csak mondom, hogy a Mazsi koncert az nem más koncert, higgyetek már nekem. Hát a Mazsi az Mazsi, a Mészáros Árpád Zsolt az más, de az nem Mazsi. De valamelyik nap mást mondtál, én azért gondoltam. Mazsi? Mást mondtam? Hát más, igen, más. Hogy Mazsi. Azt ja, mondtam, ja, hogy más lesz, nem az, akire ti gondolt. November 23-án Mazsi koncert van ebben az amerikai étteremben. Na, Mazsi. Jó ide, Mazsi. Jó Mazsi. Ó, nagyon szeretem, főleg madártejbe. Mazsi. Nem úgy. Mazsi. Jól van. Oké. Okay. Tudod ki a Mazsi? Most mondjam, hogy igen, akkor hazudok. Én tudom ki ő. Mazsi. Mazsi. Ő Mazsi. Valami amerikai zenét nyomat, nem? Mazsi? Igen, az X-faktorban tűnt ő föl. Komolyan? Igen, ő a Mazsi, az első szériában. Az a Mazsi. Az. Ja, Feri. Hát én, az jó amerikai zenét nyomat. Hihetetlen, hogy zenész vagy, és nem ismersz. Nem, én meghatározom. Ja? Ez a lány, vagy az a fiú? Na jó. Megyek. A Mazsi a lány. Erre nekem nincs időm, se energiám. 555-55-00 ez a telefonszám. Itt tudtok Csabitól dalt kérni. Holnap egy kicsit később kezdünk. Senki ne keressen bennünket 6-tól 7-ig. Ma céges buli van. Ferit ismerő, tudjátok, hogy ez mivel jár. Minden kollégát kérek. Főleg annak tükrében, hogy én nem leszek ott. Jaj. Megérkezett a 9:30-kor majd oda ez a céges buli, ahol te nem vagy. Hagyjuk ezt. De azt mondtad, befut. Feri, de gyere már el. Ja jó, megyek, legalább ott leszek, érted, ott leszek. Hagyj csináljak már meg az otthoni élem Ózsiámból. Hozzá magadnak tényleg. Megígérem, hogyha nagyon elhagyod magad, én nem rúgok beléd, átlépek rajta. Jó, tudom, te a világ legkedvesebb embere vagy. Kihúzlak a bejáratig, és utána már átlépek rajta. Isten tündér vagy, de tényleg, köszönöm. Szóval holnap egy kicsit később kezdünk, de jövünk. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig holnap 7-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.